your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Lányok milyen vidáman kávéznak itt. Tényleg? Hát, nagyon kis vidámok. Mennyire tudnak élni? Beülnek, isznak egy jó láttét. Nincs meló, gyerekek. Se meló, se iskola. Nem, semmi. Basszus, mondjuk én nem a lányokat irigylem, hanem a srácok. Igen, a négy egyes fölállás van. Azért egy srác, négy csaj. Ezt nevezem én ideális ivararánynak. Esztergom kicsit olyan, mint egy ilyen olasz, ilyen kis mediterrán kis városocska, hogy ülnek az emberek, vidáman kávéznak. Hello, csajok! Akkor nem ide lépek. Hello! Mit isztok éppen? Mi a jól láttam, hát nem eltaláltam, ismerem a kávéfajtákat. Még ilyen távolságból. Igen, látok adáig, igen. Finom a latte, jó? Igen. És nincs meló, csajok, vagy mi a helyzet? De 9-től indul. Mit csináltok? Mit dolgoztok? Telekommunikációba dolgozunk. Milyen profi, nem mondta a nevét, látod? Nézd meg, milyen. Mi nagyon egy munkahelyen? Igen. Mind a négyen. Igen, csak a csajok. Jó, és a férfi az csak így leült mellétek, hogy hello lányok, van itt egy kis szabad hely. Meghívnátok egy kávéra. A kolléganőmnek a férje. Ó, értem. És nem merted egyedül kiengedni? Vagy mi azt gondoltad, hogy lecsapjuk a kezedről? Nem, hát jobb így hölgyköszorúba szerintem. Ez igaz. Menő. Most kicsit olyan vagy, mint az élet császára. 4:90, ülsz négy csajjal, finoman kávézol. Ez nagyon jó. Igen, és fél háromkor jöttem hozzá a munkából. Akkor már nem vagy a császár. Fél háromkor mit dolgozol? Mit csinálsz? Én kamionozom. A betyárját, akkor keveset vagy itthon, sokat mész, nem? Nem, hát belföldön kamionozom. Ja, belföldön. És a feleségedet azért megkérdezem, hogy milyenek a szabad estéid? Most már nincsenek szabad. Mi apa háromkor jött haza, vagy fél háromkor? Hát, átlagosak ilyen. Kicsit van itt valamit akargatni való, na mindegy, nem érdekel, majd beszéljétek meg, ha hazamentetek. A belföldi kamionozás az egyébként nyilván durva, de nem annyira, mint amikor külföldön mi az, amikor elmész két hétre, három hétre, az keményebb világ azért, azt nem? Azt is csináltam. Csináltad? Egy-másfél éve hagytam abba. Az kemény, az lélekülő, nem? Igen. De ez így teljesen rendben van. Én mindig szoktam azon gondolkodni, amikor megelőzlek benneteket, hogy mi a fenét csináltok, de tényleg. Tehát amikor tudod, hogy egy normál autóval 160-nal, ha mész Debrecenbe két óra, az 80-nal a kamionnal, tehát én nem jutok. Olvastok közben, vagy tévét néztek? Mit csináltok? Ja, hát én például hangos könyvet hallgatok nagyon sokat. Komolyan? Igen. Amikor nem alszik. Igen. Ez milyen jó, hogy hangos könyvek formájában fölolvastatod idézőjelesen magadnak a kedvenc könyveidet. Aha. Igen, hát főleg, hogy színészek olvassák föl, nagyon szórakoztató. 30-50 a tök mag, és akkor kimegyünk a világból. Egy jó. Hagyjuk ezt, ugye volt a Rizsa a feleséged miatt. Beszélj nekünk a Bad Girl Map-ről, jó? Tehát, ha külföldön vagy, nyilván terjed valamilyen formában, valamilyen kis textfájban, vagy ilyesmiben, egy olyan térkép, amin fel vannak... Basszaunál, gyerekek! Igen, hallod, hogyan mi volt a izélvelet a... Nyugodtan utasítsd el a kapitáló kérdéseket. Elutasítom. Mondd meg, hogy nem. Akkor kezd ugye a történetet, hogy ismerek valakit, aki. Gyerek. Olyat többet is. Hát hogyne? Hát olyan durva parkolókat láttam néha külföldön, ilyen kaminos parkolókat, néha még engem is leszólítottak. Hello, szőszi! Bevászol a kicsit hátsülésre. Mondom, bocsánat, a gyerekkel megyek Horvátországba. Voltam a török börtönbe. Még egy körbe állunk. Jó. Na, szóval a hangos könyvet. Kézzel, láttam majd, hogy valaki tévézik például. Tehát én is szoktam közben. Egyébként még sorozatokat nézni laptopon, meg menet közben, és akkor gyorsan elmegy az éjszaka. Gyertek át szombat este? Felvételről? Kiírom neked. Nagyon jó műsor egyébként. De hogy közben tudsz arra figyelni? Tehát kis vezetés, kis tévé közben. Természetesen, mivel autópályán megyünk, tehát gyakorlatilag magától megy az autó, beállítjuk tempomatra, és akkor csak megyünk vele, tehát nincs ilyen probléma.
Uh-huh. Ez igaz? Ettől én nem nyugodtam meg, aha, gyerekek, igen, hogy 40 tonnás szerelvényekben emberek televíziót néznek. Gyerekek, hát ne áltassak... én megyek előttük. Ne áltassuk magukat, azért a sofőrök, azért a sima autóban is nagyon sok mindent csinálnak. Ugye ott van a telefonod, ott van a gyors étteremben megvett kaja, dugod a töltőt, nézed az SMS-eidet, tehát ezt nem csak kamionvezetők csinálják, ezt mindenki csinálja, nem? Hát vagy sokan csinálják, hogy nem figyelsz a vezetésre. Hogy vezetek, Jani? Dugok én vezetés közben, Jani? Te ott ültél, három napja mellettem ülsz. Nem, látod? Tessék. Nem olvasok újságot, és nem állunk meg gyors étteremben. Rendesen vezetünk. Jó, mondjuk Feri, nem is tudsz figyelni, mert ő véges crossozza az egész utat. Tehát, hogy ő gyakorlatilag egy rallinak nézi. Ez az országjárás számára, ez egy ralli verseny, ami az egész országon átível. Neki ez egy kihívás. Egy Zsámbék Esztergom. Meg tudom ezt csinálni időre neked, Jani, hogy legyen idő. Nem, az egész arról szól, hogy minél előbb kitegyél a kocsiból. Jó, hát basszus, ember legyen a talpán, aki 4 órát azért tud együtt tölteni, nem? Azért az sok. Hát ott nagyon jó volt. Minden témát kimerít az ember. Jó van, jó kávézás nektek, csajok. Jó, szevasztok, puszi, köszönjük, hogy eljöttetek. Gyorsan egy-két közlekedési hírt, nézzünk, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy ha váltak éppen már is mondom, azt mondja, Szabó József vagyok, 20 éves Astrán van. Jól nem van. Baj. Az jó, megérdemlek egy új kocsit. Puszi nektek, írta József, ezt a puszi, puszi nektek. Nem vált kékre, de most igen. Dunaharasztiban a Németi úton a vasúti átjárónál egy 3-as BMW és egy terrautó ütközött, rendőrök terelik a forgalmat, minden környező utca beáll, Doolittle küldte nekünk. M3-as 58-as kilométer Budapest felé, teher külső a középső sávban. A Gyömrői úton mérik a kifelé menőket, a Kőhíd előtt, valamint Bikal belterületén a gyenge ködben fotóznak, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Na, mi van most a villamosokkal? Mondjátok meg nekem, hogy találkoznak ezek frontálisan? Mi ez a nagy villamos törési hullám? Itt a sofőrök elkezdték letörni a villamosokat, hogy le tudják őket biztosítóztatni. Szegeden törtek villamosok. Úgyhogy találkoztak, összeütközött egy villamos egy másikkal, egy tesztvezetésen. 11. kerületben történt a nagy esemény, és az van, hogy megérkezett hozzánk a világ leghosszabb villamosa. Ja. Így kezdődik, amire minden villamosvezető fel akart ülni, nagyon büszke a dologra. Iszonyat jól néz ki egy. Nagyon jól is néz ki, és nagyon jó lesz, meg a tömegközlekedés fellendíti, de az van, hogy nem tudod, hogy hol az eleje, mert hát nagyon hosszú. Uh-huh. Bár szerintem mondjuk előről vezet egy villamos. Igen, a sofőr középen ül, tehát nem érzi az elejét? Nem érzi az elejét, és ő belement az előtte haladónak a fenekébe. Ó, basszus. Kicsit megcsókolosz. Hogy valószínűleg az lehet, hogy a tarlós a főpolgármesteri hivatal, hogy felsziszent, és zavart érzett az erőben. Tudod, ez a úristen, mint hogyha milliók sikoltottak volna fel, és egyszer pedig csönd lett. Nem értem, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamos? Egy villamos olyan hosszabb, mint a villamos megálló ér. Tehát lehet az 6 kilométeres, ha a villamos megállóban csak egy bizonyos szintig tudsz beállni. Mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa? Hát nem minden villamos olyan hosszú, amilyen az adott országban egy-egy megálló. Hát hiába hosszú a villamos, ha lelóg a megállóról. Ez tényleg nagyon hosszú villamos, ez olyan hosszú villamos, hogy két megálló között csak gyalogolnod kell. A villamoson. Tehát kettesével áll meg. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy beáll a Blaha és az oktogon közé, és nem mozdul. Így most átsétálsz. Amikor átsétálsz, leszed, becsukja az ajtót, megy arrébb, megy egyet, illetve kettővel, és ott megint. Ennyi a lényeg, hogy az egyik ajtaja a Blahánál van, a másik ajta az oktogonnál. Tehát nem mindegy, hogy melyik ajtóhoz állsz, annyira hosszú. Valakasz lesz az oktogonnál, a hátsó ajtóhoz menjen. Hol szállsz a Blahán? Menj előre. Az első ajtó már a Blahán van. És ha esik az eső, felszállsz, átsétálsz, és leszállsz a Blahán. Ennyi. Értem én. De nincs aberráció, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa. Hát ha vannak rövidebb villamos megállók, akkor ott nem tud járni, nem? Uh-huh. Vagy, jó kérdés. Vagy minden villamos megállót például a Comino vonalán úgy építettek meg, hogy a világ leghosszabb villamosa beférjen, és ahhoz képest, ha rövidebb megy, az befér, ha pedig a világ leghosszabbja, az is? Vagy, hát, hogy vagy azt mondják a világ leghosszabbján, hogy csak a két első ajtót tudod használni. Mert a... Mert nyilván így történik. Van egy rossz hírünk, igen, a 8 ajtót nem lehet használni, mert nem ér be a megállóba. Az első két ajtón van a leszállás. Aki sokat utazik, az menjen hátra, ahol nem nyílnak az ajtók. Ott meleg is van addig, tök jó. Ki tényleg van, a végállomástól végállomás, hogy mész, akkor menjél olyan helyről, nem nyílnak az ajtók. Leszállás, felszállás csak az első vonal, nem, az zavarnak. Első ajtónál. Nincs lövdösődés. Hány méteret hosszú, mert a világ leghosszabb villamos a 400, 500, 3 kilométer? Mekkora ez a villamos, hogy a világ leghosszabb villamosa? Állítólag 345-en utazhatnak rajta egyszerre. Ezt valaki számolja? Tehát ott áll az ajtóban majd valaki, és azt mondja... Szerintem ez a korrekt válasz, igen. Vagy ez a max befogadó képesség, hogy mondjuk ennyi személyes. De hát nyilván lehet ez több is, ha felzsúfolják magukat az utasok. Meg van határozva, van valami szabvány, hogy ugye összesen hányan állhatnak, meg ugye hány ülőhely van benne. De mekkorából, érted? Mekkorából állhatnak hányan? Hogy én állok, érted? Vagy nem tudom, a hölgy áll. 81 ülőhely van rajta, az egyébként szép.
Na de amire ki akarok kanyarintani picit a dolgot. Volt Feri ezzel, mint annak idején, hogy hívják, láttam, legyen ön is milliómos balje, hogy hívják. Vagy sőt, még inkább Egri Jánosnál, nyugdíjas bányamérnökök. Na most álljunk meg egy pillanatra. Hát igen. De most tényleg álljunk meg egy pillanatra, és akkor beszéljük át ezt a dolgot. Beszéljük át, 55 kilós nőt számolnak ilyenkor, vagy 110 kilós Rákóczi Ferit? Átlagolnak szerintem. Igen? A kettő között azért van egy 3-4 milliárd ember, aki... Vannak olyanok. Feri szeretné szabványá válni? Tehát, hogy jelezzék a villamoson, hogy de igen, ennyi nő, ennyi fér, Rákócziból pedig egy. Egyik, hogy abból kevesebb fér. Kint lennél ilyen kis fotó, hogy no entry, tudod. Nem szállt föl, mert megbillen a jármű. Mint a liftekben, amikor írják, tudod, egy család, két gyerek, három apuka, négy anyuka, három gyerek, tudod, a liftekben lehet látni. Azért mondd el, hogy tegnap lifteztünk együtt, beszálltunk a liftbe, és a lift, komolyan mondom, a budapesti tejipari vállalatos időszakokra emlékeztetett, amikor beszálltunk egy raklap cukorral, Feri beszállt, és így a megnyomtuk a gombot, és így a lift így... A kicsit felsikantott egy picit felsikantott, és nem indult el. Túlsúly. Ő is azt mondta egyébként Feri, hogy mindjárt kírja, hogy túlsúly, nem tudok felvenni. És piros lámpa, a kövér szálljon ki. Látunk téged, kamerán, szállj ki. Figyelek. Igen. A kövér szálljon ki. A gyereked maradhat. Így van, az apuka szálljon ki. A bébi mehet. A Dodge-em véget ért. Apuka szálljon ki. Nincs menetirányal ellentétes haladás. Tudod, hogy ezeket mondták be neked. Na, térjünk vissza a villamosra. Szóval, hogy az egyes villamos vonalán jár. Ez azt jelenti, hogy tavaly, ha jól emlékszem, felújították a megállókat. Igen. Ami arról szól, hogy egészen tudatosan gondolkozik a BKK, hiszen ők akkor már tavaly tudták, hogy megveszik a világ leghosszabb villamosait. Felújították a megállókat, és ezek a villamosok most beférnek egyébként, mert ha a világ leghosszabb villamosa, akkor a világ leghosszabb megállói nálunk vannak. Igen. Ugye? Nagyon jó, nagyon ötletes. Tehát az egyes villamos vonalán vannak a világ leghosszabb megállói. Bizony. Nem lehet hosszabb a megálló, ha nincs hosszabb villamos. De lehet, hát lehet abban az értelme. Esetben, hogyha mondjuk a villamosnak a hátsó traktusára rá lenne szerelve egy mobilperon. Egy hordozható mobilperon. Ami ugye beáll a rövid megállóz, és akkor ezzel kitolja. Nekem egyébként ezek a bevásárlások nagyon-nagyon tetszenek. Annak idején a kettes metró vonalán történő kis javítgatások tetszettek a legjobban, amikor kiderült, hogy az újonnan megvásárolt metrószerelvények nem tudnak kanyarodni. Tudom. Nem tudnak kanyarodni, mert sajnos egy nagyon picit szorulnak ott a Pillangó utca utáni szakaszon, és aztán a következő történt, kimentek, és ilyen bontókalapácsokkal itt ott levettek a sarkakból. Az meg most miért a villamos vagy a metrószerelvényből nem tudsz levágni? Há, az is igaz. Az meg van, amikor a sofőr hívta a diszpécset. Miért rász? Hát beszorultam. Menj! Mondom, hogy beszorultam. Menj! Hát beszorultam. Na, szóval át a próbaidő alatt, ugye, hát próbaidőn volt a villamos, és próbaidő alatt tették tönkre. És talán vannak olyan hallgatóink, akik szintén dolgoztak, csak egy járókelő Jani. Ja, bocs. Mert János ürejét engedett. Akik dolgoztak próbaidő alatt, és elrontottak valamit. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valahova te felvételizel, és azt mondják, hogy rendben van, akkor egy-két hónap próbaidő. Ha korrekt a munkahelyed, akkor mondjuk 3 hónap próbaidő után fel is vesznek, és nem küldenek el, és nem hívnak valaki újat próbaidőre. De talán vannak olyan hallgatóink tényleg, akik szintén elrontottak már valamit próbaidő alatt, akik egy kicsit bénáztak, akiket aztán végül nem vettek föl, mert vagy kárt okoztak a munkahelyen, vagy valami olyat tettek, ami miatt meghiúsult az a vágyuk, hogy ugye hát azon munkahelyen tudjanak dolgozni. Mert állítólag ez is ugye hát próba időn történt. Most nem tudom, hogy a villamos próba ideje volt, vagy a dolgozó volt próba időn minden esetre. Biztos nem próbaidős dolgozóra nem bíznak. Nem bíznak egy ilyet. Igen. Hogy mi történik a próbaidő alatt? Ez ma is megy még, nem? Hogy próbaidőre hívnak 3 hónapra. Kell, így ugye? Van. Így van, szinte minden szakterületen van szerintem, vagy 1 hónap, 2 hónap, 3, de van, akinek ezen végig kell menni. Igen. Neked volt próbaidőd, János? Valamikor dolgoztál próbaidőn? Teiparban? Vagy téged azonnal felvettek? Azonnal felvettek. Hát nekem ugye azért nem volt próbaidő, mert gyakorlatilag 4 éven keresztül tanultam a szakmámat, és nekünk voltak olyan szakmai gyakorlatok, amelyek során ugye egy ilyen idősebb kartárs mellé beosztva elsajátíthattuk a különböző munkafolyamatokat, de hát azért az első nap, amikor egyedül hagytak a Pasteur mellett, a kakaófőző üzemegységben, a budapesti tejipari vállalatnál, azért ott egy szó átvétés volt, értelmében is becsokiztam, mert azért, amikor mondják, így lentről hallott, hogy valaki a hollander kulcssal ütögeti a csöveket, és küldjek be
kakaón, te kis köcsök! Tudod, és azért az, akkor be tudsz feszülni, és megnyitsz mindent, amit csak meg lehet, és akkor, hogy orrán száján dől a rendszernek, itt megy az izocukor, ott megy el a tej, csak a kakaón nem megy le a gépekre. Azért ott lehet feszülni. És akkor másnap ezt tetézed azzal, illetve mondjuk az élmény tetéződik azzal, ilyen rossz magyarsággal fogalmazva, hogy bemész, és az éjszakás ott fekszik keresztbe a kakaós zsákokon, teljesen kiütve, igen, lehúzod a zsákokról, és akkor még megcsinálod azt a műszakot is, amit ő elfelejtett megcsinálni, azért, mert mit tudom, hogy névnapot ünnepeltek. Azon a héten már negyed. De mitől ütötte ki magát? Túltolta a kakaót? Hogy igen, egy holland kakaópor jött, és felszívott belőle három csíkot. Kicsit megálltok neki. Igen, na, de visszatérve erre a villamosra, hogy ezt is próba úton törték össze, azért a szörnyűnek képzeljétek el szegény vezetőt, nem? Hát most gondold el. Rád bízzák, megjön, átadják, ott a híradó, mindenki kim van, köszönő beszédet mondanak, tényleg minden nagyfejes ott van, beülsz a Willingerbe, nyomsz egy kövéret, és úgy, ahogy van, lezúzod a villamost. Azért az kemény. És képzeld el, amikor a három hónapos próbaidő végén nem vesznek fel, és ugye van egy áru visszavétel, de pontosan már visszaveszik tőled, jó, akkor volt egy munkaró, egy bakancs, igen, meg egy villamos. Eleje. Igen, meg a villamos eleje 458 000 forint. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ha ti voltatok próbaidőn valahol, akkor mit történt veletek? Mi olyat követtetek el a munkaadótok ellen, amiért aztán hát benneteket nem vettetek föl, összetörtetek valamit, neki mentetek a targoncával, kárt tettetek valamiben. Nagyon sok ilyen történet van, szerintem. Meg vagyunk. Igen. Szerintem meg vagyunk. Mi történt a próbaidőn? Mi a neved? András vagyok, Pusztai András. András! András! Na, mi volt a munkahely? Ez a Sopron Kövess, Autor Kft. És ilyen laboros voltam. És jött a idió elvatag főnökem, azt mondja, szondázni kell. Mondom, megütötted magad, te dög részeg vagyok, minek tudjak. Minden nap találunk egy gyöngyszemet. Szondázni, igen. Na most minden, az egészek azt mondja, hogy szervezem meg a szökésem a szerályból, és akkor adjam, odaadta a cselédkönyvemet, kipizett a gubától, amit 600 forintot, jó jártam, hazabírtam jönni. Az vége. Meggyőtt a mutatmány 3 nap alatt. De mit kellett csinálnod? Tehát mi lett volna az eredet? Laboros voltam. Laboros? Nagyon ügyes. Laboros voltam pontosan 72 órát. Aha. Az 3 nap. Igen, ezt értem. Mit kellett laborálni? Hát ilyen öntvényeket mértük be, mondjuk, hogy a Verda el tudjon indulni, nem ilyen törés rajta, meg ilyen blablabla. A lényeg az egésznek az, hogy mentem dolgozni, jött a spanom, azt mondja, smokecatch, mondom, mondjad. Micsoda, várj, hogy hívták a spanodat? Smokecatch. Smokecatch. Smoke smokecatch. Azt mondja, vedesz ebből a mezei harmadosztályból. Adj egy picit, mondom. Levertél 2-t? 3 decit. És úgy mentél laborozni? Igen, na, szóval nem veszem észre a hajszárepedést, észreveszek mindent. Nem veszed észre így a hajszárepedést, óriási. Észrevettem volna, ilyen ellenőrző szekta volt. És akkor fölvettem a távcsövet, nézem a hajszárepedést, nincs, de volt. És benneteket egyszerre tettek ki? Igen, mind a kettőnket, csak én hamarabb eljöttem, mert siettem. De smoke... mert siettem. Smokecatch is drinket? Bevert 3-at ő is? Ő többet szerintem. Azért jött lassabban. És csak a Peci nevedet, hogy ő Smokecatch és te? Én meg a Ali Fraser vagyok. A Fraser. Ali Fraser? Ali Fraser, igen. Ali Fraser, de nagyon azért, mert mindig luftot ütök. De jó, hogy megismerkedtünk, én Alifel Tyson vagyok. Első napomon szaladtam bele villás targoncával a főnök gipszkarton falu irodájába, átszúrva a mobil klímát. Éltek a próbaidő adta lehetőséggel, nem marasztaltak. Azt mondja, festő vagyok, amikor végeztem a szakmunkás Ulival, elmentem maszekhoz dolgozni, megkérdezte a főnököm, hogy tudok-e önállóan tapétázni, mondtam, hogy persze. Viccel? Miért vagyok itt? Ez a szakmám, ez a hivatásom, ez az életem. Délután visszajött és azt mondta, szép, de a minták nem érdekelnek? Boltban voltam tanulóként, első nap egy nagy raklap kávét kellett megszabadítanom a rajta lévő fóliától. Mit sem sejtve, belebögtem a szikét a tetején, és csak húztam lefelé a raklap aljáig. Éreztem, hogy valami nem stimmel, mondanom csak, rengeteg kávét vihettek a selejtbe. Kata küldte nekünk. Aztán én egy szépen frissen kifestett, épp akkor nyitó kávézóban az első napomon véletlen kávéfőzésnél elfelejtettem beletenni a kávézasztartot, így az éppen lejött tűzforró kávé berobbant a térbe. Beborítva engem, a falat, a kollégáimat, a vendéget és a főnököt. Nem rúgott ki, sőt, amikor bezárt a kávézó,
még állást is kaptam tőle. Niki küldte nekünk. Lezúztam targoncával a gyártósort, 2 milliós kárt csináltam, nem kellett fizetnem semmit, ezt Toma küldte nekünk. Cukrászdában dolgoztam, 2 hét után összetörtem a sütispultot, 600 ezer forint volt. Ki akartam kergetni a legyet a sütikről, nem sikerült. Az a lelkes, tudod, a lelkes. Az nem volt elszántság. Nem is színe. Best of Morning Show. Szeptemberben Isi elballagott a gyermek. Na és volt-e műsor? Volt. Egymás vállafogás, kis tarisznya, egy ilyen nyomvott rossz pogácsa, 5 forintos. Nekünk na most kikérem magamnak, mert pont mi vittük a pogácsát. Igen. Tehát a nyomvott 5 forintos pogácsa ebben a formában, ez így rettenetesen lesújtó, mert mi voltunk a pogácsa felelősek. Te csináltad, vagy vetted? A kis két kezemmel otthon gyúrtam a kis tésztát. Lisztecskét tettem bele, meg is hoztam, vízzel öntöttem. Aztán kidobtátok az egész, és átmentetek a patakéba. Azt mondtam, na jó, ez megint nem sikerült. Miki, hozzunk pogácsát a cukrászdába. Nem, igazából nem, hát a zsákukban nem volt pogácsa, volt egy ilyen kis szép papír, ami mindenkinek a neve és a jele volt benne, a végén lufit engedtek el, ami ugye azt szimbolizálja, hogy ők már kirepülnek az óvodából. Én, mint a vasárnapi apuka, érted, aki videózik karácsonykor, minden mozdulatot vettem, és hát nagyon megható volt. Szóval ebből látszik, hogy az ember öregszik, tényleg. Átragad rád az a fajta rezgés, ami ott a többi szülőn van, hogy jön a gyerek nem sokára is szerepel. És hát, volt most műsorocska. Volt műsor, persze, verset mondtak, szavaltak, volt, aki furujázott, kislány zongorázott, úgyhogy hát az egész és rettenetesen megható volt. Majd kimentek az udvarra, és egy közös lufi engedése közepette elbúcsúztattuk őket. Sőt, mint a fát is ültettek, ez egy tök helyes dolog, én ezt nem tudtam. Hol van, minek? Tessék, mert szólt az önkormányzati kevésségre, és gyerekmunkába ültettek 3 bogyorobokhoz, meg két almafát. Nem, maga a csoport ültetett egy fát, az ovi területén belül, amit ugye hát majd pár év múlva meg tudsz nézni, hogy hol tart az a fa, de esküvőn is csinálják. És nagyon megható az egész, tényleg. Az óvónéninek közös ajándékot vettetek, vagy csak te adtad az autókulcsot? Nagyon kompromitáló dolgokat ne kérdezz. Kóstolja meg! Ez kaviár! Na, így van, öblítsa a kis domperinyó. Igen, egy doboz beluga és egy moly pesgő, meg nem. Két üveg domperinyon, persze. Nem, csak van benne, nyissak ingolettel. És a doboz igen, majd ne dobja az ki, az alján vannak nem. A 20 000-esek. Nincs azzal baj, szerintem, hogy valaki különbözik, itt közös volt, tehát a szülők által volt egy közös. Ugye tulajdonképpen, amit ott ők úgy lemenedzseltek ügyesen, és akkor nagyon szépen azt ott átadták. Tehát az egész tényleg tök helyes. És így eszedbe jut, hogy basszus, tényleg most született, és már elballag, és már megy iskolába. Ez szörnyű. És ott ülsz, kicsit meghatódva, és nézed ezt az egészet, és rájössz, hogy atyaisten. Elsussant. 3 éves volt? 3 évet járt? Igen. Ovi, 3 év, oly. De nátok volt műsor? Szintén persze, volt persze, szavalás, persze. Sőt, nálunk minden év végén van. Ma lesz a Somának a záró műsora, pedig ugye ő még nem ballag, de a ballagásnál ott persze ott nagy műsor van, ha a gyerek hajlandó beszélni. Mert hát volt olyan is, aki... Hát, nálunk úgy csináltak, hogy csoportban kellett, tehát hogy nem volt az, hogy valaki egyedül kiáll. Hát, aki akart, azt hiszem, talán volt egy valaki vagy kettő, de hogy általában 3-4-en egymást erősítve, az óvónénik nagyon helyes, meg ott állnak ugye a csoport mellett, és akkor van egy elakadás, akkor azért úgy besegítés. Az olyan aranyos. Igen, és akkor ők ott ugye a parcéről vezényelnek az óvónők, a gyerekeknek. Benit nem kellett nyüstölni? Mondjad! Góg és Magók fia vagyok én. Isapor és Homo. Nem azt tanítottam. Igen. Mik vogymuk, Isapor és Homo vogymuk. Nem, mondta ő is, nagyon helyes volt. Tehát úgy indult az egész, hogy föntről jöttek lefelé a lépcsőn, és akkor kiálltak 4-en, nem tudom mi alapján választották ki a 4 gyereket, természetesen, mert nem volt az enyém, és köszöntötték ők a szülőket, hogy itt vagyunk, köszöntünk meneteket, fogadjátok szeretettel, de ha hibázunk, azért azt nézzétek el nekünk, tehát tök helyes. Tudjátok, milyen Marika néni.
Tudjátok, milyen Marika néni, ha hibázunk, akkor nem. Vincent Manning Gallér mögött ott. Én szeretem benned, hogy engem ezt ilyen jól el lehet mesélni. Ez a történetet, igen. Igen, szóval, és láttam rajta, hogy izgul. Tök helyes volt. Első nagy fellépés ilyenkor, vagy az elsők egyike. Igen, ah, igen. Kemény. Igen, helyes. Közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of morning show. A morning show legjobb pillanatai. Egy fiatalemberre elképesztő dolog történt, ugyanis 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót talált az ő számláján. Egy fordító irodában dolgozik, és a külföldi megbízó, vagy az, aki munkát adott, 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót utalt az ő számlájára. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy közel, ugye hát egy 40-45 millió forint érkezett. Aha. A 145 ezer euró, igen. Az nem rossz. Az nem rossz. Igen, az 40-45 millió forintnak megfelelő összeg érkezett be egyszer csak a számlájára. Hát megvan. Mi van meg? Kormány közül fordító volt, és ez volt a sikerdíja. Ő fordította le, hogy same in English. Ő nem tudott erről, és neki 147 ezer forintot kellett volna kapnia. Aha, és ehhez. Na, játszunk el a gondolattal, tessék. Uh-huh. Egy picit csak, úgy éljük bele én magunkat a szituációban. Hát akkor forint, font, az már jobban jártam volna, mint az euróval. Nem lennél csalódott, te megkapod a fizetésedet 3 napig, ahhoz sem mersz hozzányúlni, megvárod, hogy nem csörög neki, annyira biztosan biztos. Tehát én most azon kicsit bátrabb emberekhez szólok, akik azért úgy tényleg elmennek játszani a gondolattal. Nem, tehát, te még nem kapod meg a gázszámládat, már befizeted. Úgyhogy, hogy blöffre nem tudod, de már beállsz a postára, hogy mire a sor elejére érsz, addigra megkapod a gázszámládat. Én megnézem, tehát, kitől jött az utalás, és küldök nekik egy SMS-t, hogy de biztos. De ez nekem. Minden hónapban kapom én is az SMS-t a könyvelőmtől, hogy ez biztos az enyém? Kérdezi Jani. Mondom a könyvelőmnek, igen, erősítnek, hogy ez az övé, elköltetik. De tételezzük fel a következőt, mondjuk. Megérkezik az SMS a te bankszámládra, vagy a telefonodra, hogy egy teljesen ismeretlen külföldi banktól egyszer csak megjött hozzád mondjuk 100 ezer euró. 30 millió forint. És az egyenleged volt eddig, mit tudom én, 110 ezer, most pedig 30 millió 110 ezer az egyenleged. Na mi van ilyen? Én azért itt volna elkezdtek örülni, hogy ez valami, mit tudom én, valami távoli rokon meghalt, és most utalt, és majd egy úgy, de jól hangzik. Azért mondom, hogy külföldi, hogy kicsit jobban bele tudjuk magunkat élni, ha magyar, akkor azért az nagyon gyorsan megvan. De mondjuk egy ilyen német cég egyszer csak beutal neked. És nem biztos, hogy észreveszik, mert ugye a könyvelési tételekből ott vagy 100 ezer euró, 100 ezer euró, és elutal mondjuk egy nap 25 dolgot, és aközött te ott vagy egy elütéssel, és egy mondjuk egy magyar fordító iroda helyett egy OTP-s bankszámla számra megérkezik Rákóczi Ferencnek 100 ezer euró. Azonnal elkölthető élményt és vissza nem vehető élményt vásárolnék belőle. Mi mert van? Ha veszel egy autót, érted? Mi? Na, de, hogy de, mi van? De mi van? Veszel ebből? Mert ha veszel egy autót, akkor azt ugye vissza kell, tehát azt el kell adni, vissza kell utalni, nyilván vissza kell egyébként is utalni. Tehát olyan dolgot kell belőle csinálni, ami személyes élményé válik, és már nem lehet elvenni. Tehát a jó napot kérem, van-e olyan világ körüli útjuk, ami most indul? De most délután. Aha, akkor tehát arra. Reálisnak tartod azt, hogy megjön 30 millió forint a számládra, és aznap bekocogsz. Azonnal de ez nem elég nagy összeg ahhoz, hogy eltűnjek. De jó, de hát egy hónapos utat megcsinálsz, addig nem érnek utol, érted, egy ilyen világ körüli utat, most van ilyen repülőgépes út, hogy fölülsz, és akkor mész szépen körbe a világba, egy röpcsivel. Leszállnak Párizsba, kicsit szép nézel. Csak az baj, nem jutsz messzire. Tehát, hogy érted, felszesz a repülőgép, és nyitom, hogy Bécsnél már ja, körözés. Tudod, hogy... körözés.
Tehát te bemennél utazási irodába? Szerintem azonnal egy ilyen. És becsengetnéd, és nem gondolnál arra, hogy utána a havi 30 ezeresével az unokáid is visszafizeti majd 100 évig azt a 30 millió forintot? Hát figyelj, az már az enyém. Hát most én nem kérdeztem, hogy ki küldi, ott van a számlámon. Hát most nem? Ez egy érdekes kérdés. Én nem mernék hozzányúlni szerintem. Nem mernék hozzányúlni. Egy ideig legalábbis. Mi van, nem jelentkezik senki? Mikor van az eddig nem jelent. Két hónap is nem történik semmi. De érdekes, ez jó kérdés. Bankot megkérdezed? Én nem. De hogy kérdezem, mert keresenek ők? De úgy én nem vettem észre. Igen. De hogy így óvatosban a te saját bankodat nem hívott föl, hogy... Hogy hát így, hogy érti-e, mire, hogy így... Veletek mi a helyzet? De még fölhívod az OTP-ben az ügykezelőt, hogy adok vissza 1 millió, csak ezt most rejtsd el ezt a tételt? Hát, vagy kinek osztasz vissza? Hát, hogy tudnak-e róla egyáltalán? Ja, hogy a bankodnál egy kicsit lenyomozod. Így, de jóvatosban, kamuban kezdesz el beszélgetni nyilván róla. Hozzátok, hogy nem szóltok oda, ugye? De hogy mi? Hát, csak kérdezem, hogy... De tudod, mert ilyenkor félsz, hogy kiugratod a nyolod. Ja, de tényleg basszus rosszul utalt. Nem, mert abban bízott, hogy oké, így is szeretnéd, és kiderítem, de úgy, akkor nem is szeretnéd, hogy visszavegyék. Ki az, aki engem kötelezhet a visszautalásra? Hát, a bank azt mondja, hogy kötelező vissza, azt mondom nem. Ő azt mondja igen, én azt mondom nem. Uh-huh. Ő azt mondja de. Én azt mondom, nem, akkor mi történik? Hát én ott hagynálok beleteket, én tehát nem bírnám mindenkire. Nem. Kötelezhet a bank engem arra, hogy visszautaljam persze, azonnal? Persze. És de a bank nem hatóság. De mehet bíróságra aztán. Uh-huh. Ezt nyilván vissza kell fizetni, ezt én is tudom, csak játszom, hogy meddig tudom ezt húzni. Tehát elkölthetem úgy, hogy utána 30 ezresével majd életem végig. Jó, de hogy nem érdekel, egyszer volt egy jó estén. Bocsánat, halló, de hát ki? Nem a te hibád, hogy kaptál halló, 30 millát. Nem hallom, sajnos. Nem. Mit hall? Jó napot kívánok, Vadó János Gergő, az OTP-től vagyok. Halló, kicsoda? De rossz ez a valami. Ez nem az ő telefonja. Katika, te vagy az? Miért? Az anyád a szórakozza, oda meg úgy csak berúglak, hogy a holdig repült. Nem. Még egyszer mondom, Vadó János keresjük. Ettől és ettől a fióktól. Én mondjuk elköltöm. Az jó, de az a védekezés az jó, hogy ők hibáztak. Kell nekem tudnom, hogy mennyi van a számlám? Elvileg nem kötelező tudnom. Igen, még mindig tudok nyilván levenni. Tudom, hogy nem az én. Még mindig jön. Mi történt? Ez egy érdekes dolog. Na felhívjuk mindjárt ezt a fiatalembert, aki visszaadta egyébként nagyon helyesen azt a 45 millió forintot. De azért, hogy megremegsz, nem? Már a pszichiátriáról. Tessék? A fiatalember. Igen, kérdés, hogy tudatosítod-e magadba, azonnal téves vagy, úgy azért picit eljátszol a gondolat. Mi van, ha nem veszik észre? Mi van, ha egy tétel volt a 100 közül? És ott marad ez a 45 millió. Aha, sehol nem. Se veszi. Hát miért most egy nagy milliárdos forgalmú cég? Hát ne. Apró a 45. Hogy fel, igen. Állítólag ebben az esetben, ezt majd Tamás mindjárt elmondja, nem vették észre a hibát, ő szólt. Ő szól. Nem, hát ebbe azért érzek egy pici balegséget. Egy idő után kiderül, figyelj, a főkönyv a végén, érted, a havi áfa bevallás van, azt nézegetjük, hogy hova mentek a pénzek, nem? Hát meg most, hogy érted, erősödik a forint, én biztos visszaváltottam volna forintra, utána pedig vissza, euró, érted, hát a fókra. Ha azt a pénzt, ami bejön, 30 millió, én mondjuk veszek belőle Apple részvényt. Az Apple részvény felmegy mondjuk 10%-ot, mert mondjuk 90 volt most, de már lassan 100-on van. Én keresek azon 10%-ot. Egy hét alatt. A 10%-ot megkeresem 3 millió forintot, gyorsan megforgatom, azt mondom, mert nem tudtam kinek a pénzt, gyorsan bevásároltam. Enyém a 3 millió? Miért? Mert csak azt én forgattam meg. Apple szerzett jószág, Apple vész. Apple szerzett jószág, Apple vész. Na csak mondom most tényleg, mondjuk az ember tőzsdizik és látja az amerikai részvényeket. Hát menjél be a kukaszinózni. Vagy beveszek mondjuk GoPro-t, ami 8 dolláron van, és fölmegy 11 dollárra. Keresek rajta 30. Menjen már vissza az a rohadt GoPro. Keresek rajta 30%-ot. A 30 millióból csinálok gyorsan plusz 10 milliót. Enyém a plusz 10 millió? Tiéd, hát senkinek semmi köze hozzá. Ez a te számlád. Ha a pénzt egy hétig ott tudod tartani, és elkap, vagy kaszinóba megforgatod, megduplázod. Az meleg. Azért a részvényben talán van némi tudatosság, pont a GoPro azért az most nem annyira jó. De mondjuk nézzünk valamilyen más papírt, teljesen mindegy. Bemész, veszel, Teslát veszel, tessék.
tök mindegy. És akkor én keresek rajta, az már az enyém, én azt megtartatom. Elvégben igen. Hát mit csinálok, akkor húzom az időt a visszaadással, és megforgatom. Uh-huh. Így van, egy hónapig szerintem el tudsz levelezgetni, a külföldi a cég, és nekik nyilván magyar nyelvű levelet. Onnan kezdett, hogy magyar nyelvű levelet írsz direkt. Nem veszed át az ajánlottat hetekig, az visszamegy meg. Tehát nagyon hosszú ideig tudsz azért ezen szívózni, mire egy év után te visszaadod. De hát igazából nem tudtad megcsinálni. Nem tudtad elő visszaadni. Na, itt van velünk Tamás. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Szervusztok. Mesélj egy kicsit a lélektanáról. Nyilván tudjuk, hogy vissza kell fizetni. Szerintem, ha most nem hűlünk, akkor az tényleg nagyon butának kell lenni, hogy az ember az azonnal elköltse. De nyilván eljátszunk a gondolattal, mégiscsak humorizálunk. Megkérde meg az ember, amikor egyszer csak 147 ezer forint helyett megérkezik a számlájára 147 ezer euró? Legyünk őszinték, tehát azért melyikünknek nem jut eszébe most rögtön egy piros Ferrari, vagy valamihez hasonló. Német ügyfélnek nem tűnt föl lesz, hogy 45 millió forint hiányzik. Ugye azért becsületes emberek lévén, meg mi nem az a fordítóiroda vagyunk, amelyik lenyeli az ügyfelek pénzét. Ez egy elkölcsi neveltetés kérdése is, hogy ki hogyan áll hozzá. Figyelj, az hogy nem vett észre a német cég? Tehát kvázi ti szóltatok, hogy haló túl számláztatok? Nem is vették észre tényleg? Így van. Nagyon tök lazán kezelték. Én írtam a kinti cégvezetőnek, és ő meg visszaírt, hogy miután felajánlottam, hogy akkor ugye visszautalhatjuk, megengedik, hogy visszautaljuk a pénzt. Annyit írt így laza németséggel, hogy should be okay, tehát rendben van, persze, kb. Semmi sietség. És akkor még nem beszéltünk a visszautalás költségéről, ami egy hatszámjegyű összeg, egy havi fizetés, mondjuk így. Az ki fizeti ilyenkor? Ők átvállalják? Hát jelen esetben átvállalták, ezt azért közöltük, hogy könyvelővel egyeztetve, akkor ez így ment. Hát szóval, ez túl becsületes, ez nem is tetszik annyira. Igen, egy kis zsívánság lenne. Legalább egy Donald Drago, érted? Egy csomag Mentos, valami lenne ebbe a sztoriét. Az nem jutott eszedbe, hogy fölhívod a főnököt, és azt mondja, hogy nézze, itt van nálam 45 millió forint, 5 ér, visszaadom. Nincs cirkusz, gyerekek. Hagyjuk az egészet. Ötöcske marad, 140-ecske visszamegy. Felejtsük el egymást. Vagy pedig levelezgethetünk itt kicsikét. Hazakodhatunk magyarul. Ugye érti? Szorakozgathatunk itt még kicsikét. Magának fog hiányozni a pénz, mert nálad van. Be tudjuk zárni az irodát, be tudjuk buktatni a céget, és tudunk csinálni gyorsan egy másik céget. Istenem, miért nem vagyunk mi ott? Vagy be őszintén, hogy soha nem volt akkora csönd a fordító irodában, mint aznap, amikor visszautaltátok a pénzt. Mindenki a munkájába remetkezett. Nyomd meg az Enter, nyomd meg te! Azért azt gondolom, mindenki fontos. Egyszerre robbant ki, hogy hát te mondtad, hogy utaljuk vissza, te miért? Kb. Igen. Van egy isteni körforgás. Az a helyzet, hogy én hiszek ebbe is. Na jó van, Tamás, hogyha megyünk, mert ez már túl szép. Igen, ez nekünk, ami romlott, zűlött lelkünknek, ez már túl ugye? Szép. Ez az egész történet túl szép. Megimitálsz minket akkor, a vidám vasárnapra. Mi lesz? Nem sokára? Igen, vasárnap találkozunk az ATV-n. Fog jönni egy fekete autó, egyébként erre gondoltam, hogy másnap megjelenik, és akkor kiszáll belőle valaki, és akkor egyszer még kérünk magától valamit, pedig állásztás alapon. Igen. De ezt nem vártam meg, úgyhogy... Helyes, jól cselekedtél, Tamás. De jó, a vége jó. Az úr meghálálja ezt. Tamás, köszi, ciao. Köszöntöm. Ciao, hello. Novák Tamással beszélgettünk, hello. Jó ember vagy. Egyébként tényleg nyilván meg hát az ember, én azt gondolom, hogy azért ezt tenni. Na, drága hallgatók, tessék, valljatok nekünk. Írjátok meg, hogy volt-e olyan, hát ha találunk egy-két hallgatót tényleg, aki kapott úgy pénzt, hogy azt úgy finoman eltette. Igen. Nem vallotta be, többet utalt a főnök, nem vette észre, rossz helyre ment egy fizú, és ő azt egy ideig furdalta a lelkiismeret, de nem adta vissza, lenyelte. Nyilván nem ilyen horderei összegekről beszélünk, 100 ezer, 200 ezer, 50 ezer, 300 ezer forintos összegekre gondolunk. Amikor is valaki valahol félrenyomott egy entert, egy ideig ti néztétek a számlátokat, néztétek, majd azt mondtátok, hogy ez jár, és elraktátok. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok, Éva vagyok. Hello. Éva, na, szia. Könnyíts a lelkiismereteden, mit csináltál? Hát, az az igazság, hogy én 2 éven keresztül havi 25 ezer forintot kaptam, még a diplomázásom után ösztöndíjként. De hogy? Hát nem tudom, gondolom benne maradtam a rendszerben, és az elején nagyon örültem neki. Aztán ugye ott volt a lelkiismeret fúderes, hogy hát mi lesz, hogy lesz, de aztán nem szóltak, én hallgattam, úgyhogy szépen elkezdtem. Ez 2 év alatt az több mint 500 ezer forint, tehát azért az egy szép összeg. Igen, tudom. És részletekben költötted el, vagy egy ideig nem mertél hozzányúlni? Nem nyúltam hozzá, nem ott maradt. Aztán
kivettem a pénzt, és akkor megszüntettem a bankszámlát, miután már nem kaptam pénzt. De igen, elköltöztél, eldobtad a lakcímkártyádat, és kimentél az erdőbe lakni. És amikor először költöttél belőle, rossz érzés volt, vagy inkább jó? Hát úgy jó. Jó. Persze. És nem is féltél attól, hogy egyszer csak valaki megjelenik és visszakéri? De féltem tőle. De aztán ez így elmúlt. És most már el is évült, ugye? Régen volt. Igen, ennek már 5 éve, úgyhogy nyugodtan beszélhetek róla. De bátor. Köszi, Éva, hogy elmondtad. Ciao. Én is köszönöm. Szia, hello, hello. Egyszer 23 ezer forint adóvisszatérítés helyett 230 ezer forintot kaptam. Lenyeltem. Hát az adóból. Hát most jó, hogy... Igen. Azért ne legyen kérdés. Nekem egyszer duplán utaltak fizetés, körülbelül 10 éve, nem szóltam én sem, ők sem, kérték számon, úgyhogy 2 hónap várakozás után levettem a számláról, és megcsináltattam belőle a jogsimat. Norbi küldte nekünk. De itt is azért mindenhol van egy kis várakozás, amíg nem mersz hozzányúlni, nem? Megnézed, hogy jön-e valaki. Számon kérje valaki. Norbi is várt egy kicsit. Igazán becsületes az azonnal szól, mert ugye ez egy félbecsületesség, hogy azt mondod, ha ők észreveszik és szólnak neked, akkor majd lépsz. Igen. Az ugye? Igazán becsületes az, az azonnal szól. De ez nem bűnözés még, hogy nem szólsz. Hogy nem. Ez tulajdonképpen az. Tehát tulajdonképpen persze jogtalanul veszett valaki ezt a pénzt. Hát bűnözés, nem tudja a bűnözés. De ott van a számlán. Ott van a számlán, de nem szólok annak, aki átadta. Az még nem bizonyítható, hogy az nem lehet bizonyítani, hogy direkt nem szólt, ha nem vetted észre. Nem kötelességed észre. Egy 45 emmet. Igen, meg ha az a PEH utal, akkor azért már gyalogodnod kellene. A PEH, te hol élsz? Vagy a... A PEH, Jézusom, te komcsi vagy. Neki még honnan jön pénz? Nagy éveknek keresztül fizettem 76 óta vállalkozó vagyok. Mi van akkor a 40 milliós NAV inkasszó van a számlán, és egyből leemelik? Ez egy jó kérdés. Hát akkor szólsz a németnek, hogy várjál egy picit. Menj abban, látod azt a nagy székházat? Na, azt tőlük kérd vissza. Az meleg pite. Igen, egyébként jó a felvetés, hogyha van egy inkasszó. Tőlük akkor nem kapsz vissza sohasem. Az biztos, az biztos. Online beléptem a bankfiókomba, és 9 millió 190 ezer forint volt a számlámom. Nagyon örültem, aztán rájöttem, hogy a demo internet bankba léptem be. Ha a 367 ezer forintos havi fizetésem helyett 3 millió 670 ezer forintot kaptam, nem szóltam, nem derült ki. Ne hívjatok. Érted, hallgató. Azért az is szép, egy pont a tízszeresét kapott, egy éves érzését, igen. Diákmunka címen utaltak 5000-et, betudtam annak, hogy 1983-ban a nemzetközi építőtáborban az NDK-ban keveset fizettek. Mondjuk nem robbantottál bankot vele, de... Igen. Karácsonyra rendeltünk egy gyerekjátékot online játékboltból, nem küldték, ezért a feleségem felhívta őket, hogy mi van, másnap meg is ott a csomag, viszont december 23-án jött még egy csomag, valószínűleg elkevertek valamit, egy 35 ezer forintos fillipóni volt. A visszaadás szóba került, de inkább odaadtuk a fiúnak karácsonyra. Ez a visszaadás, ez hogy kerülhetett szóba? Visszaadjuk? Igen, nem. Na, csomagoljuk is, odaadjuk a gyereknek. Igen. Vissza, nem. Igen. Ez egy gyors megbeszélés lehetett egyébként. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Sziasztok, Zsolti vagyok. Hello, Zsolti, mennyit nyúltál? Én konkrétan 3 havi fizetésemet, de úgy, hogy az előző cégemnél ugye fölmondtam, a következő céghez elmentem, ott dolgoztam 2 hetet, egyszer jött a bankszámlára a lóvé. Mondom, a főnökömet felhívom, már kicsit sok jött, de mondta, hogy ők még nem is utaltak. Na jó, van, beballaktam a bankba, megnézem, hát ez az előző cégtől van. Na jó, akkor ezt úgy szépen elsúnyogjuk, gondoltam én, de következő hónapban is jött, a 3. hónapban is jött. Nem mondott kommentet, az előző céget 3 havit egymás után? 3 hónapig, és azóta se kerestek, pedig ez már több mint 6 éve volt. És 3 hónap után, amikor leállt a pénz, nem mentél reklamálni a gyerekek? Ho-ho-ho. Csak 3 hónapig utaltam a kilépésem után. A pénznek se a gyerekek. Hosszú hétvége van, ha utaljatok már. És mi lett a vége? Semmi, igazából lenyeltem a lóvét, abból megcsináltattam ezt, azt ennyi. Nem is féltél, hogy rátörnek egyszer csak, hogy visszakérik? Vagy nem volt egy kicsi lelkiismeret furdalás? Igazából a 2. hónap után már nem volt, mert jön. Aha. Nem kereste senki a pénzt. Mit kiabáljon az ember? Persze, nem? Persze, annyira jó munkaerő volt, úgy gondoltak egy utolsó, hogy alul fizetett volt. Igen, kicsi. Nagyságrendileg mekkora összeg volt? Nem kell pontosan, nem akarok, csak kérdezem, hogy 100 000-es nagyságrend. 30 ezer forint volt havonta. Hát azért az 3 hónap alatt azért az majdnem 500 000. Igen. Még nem hiányzott, érted? Feri
és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett felbátorodás. Ilyen történeteket várnánk akkor mi, de leginkább azoktól, akik szemtanúja voltak annak és nem elkövették, hogy egy-egy barát, egy-egy ismerős, egy-egy haver éjszaka, amikor ivott egy sörrel többet. Hogy vált szupermenni? Például valaki azt írja, hogy ő szemtanúja volt egy ilyen megbátorodásnak, mert szerette volna a férje öccse egy végig pihált éjszaka után kipróbálni a bázisugrást. És ezt ki is próbálta a padlás ajtóból esernyővel. Bokatörés lett a vége. Én már látom magam előtt, hogy emberünk küzdi fel magát a padlásra, kinyitja a nagymama esernyőjét, és a mélybe veti magát egy iszonyatos bátor kiáltással. Egybeköt. Lebeszélhetetlen kategória. Ugye? Tehát neki hiába mondod, hogy ne ugorj. Ő nem, persze. Én ne, meg tudom csinálni, te. Majd oda, nekem nem mond meg. Egy idő után pedig hátrébb lesz, és azt mondod, hogy jöjjön, aminek jönnék. Jó, akkor, nem? Tehát akkor csinált. Igen, elő a fényképezés, akkor fotózunk. Az én barátom úgy bekarmolt, hogy a szórakozói kerthelyiségében fejjel neki ment egy faoszlopnak, majd negyed órán keresztül osztotta az észt az oszlopnak, hogy tudja, hogy kibe kötött bele. Közben két pofon is elcsattan. Jó, de szép. Aztán, van, aki a Szeged éjszakában Neót játszott, és mentek haza, amikor is ő berohant a forgalomba, egyébként butaság ilyet csinálni, de hát részegen az ember sajnos tud ilyet, és próbált egy ugye jelentős kézmozdulattal megállítani az autókat, hogy álljatok meg, én vagyok Neó. Ez is érdekes. És az induló forgalommal szembe tudott megállni, miközben üvöltötte, hogy én vagyok Neo, álljatok meg, alig bírták elrángatni, mert az autók nem álltak meg egyébként. Aztán haverom 15 sör és némi rövid után belépett egy mobil szolgáltató kirakadva, mert az volt a szlogenjük, hogy lépjen be hozzánk. 24-5 és lett a vége. Egy haverom be akar törni a templomba szentelt vízért. A rendőrségen tért magához. Ez amikor látod, hogy a cimbit töri fel a templom ajtót, nem? Igen. Az egy ideig próbáld lebeszélni, aztán megnézed, hogy mi lesz belőle. Volt egy sűrűs ördögűzés, amit elvállal. És kellett a szent anyagra. Hát vagy a miseborért mentek. Hát egyébként igen. Lehet, hogy azt nevezik szentelt víznek. Igen. Aztán egy másik emberünk, vagy hallgatunk, azt írja nekünk, hogy egy barátja azt csinálta az Agárdi diszkóban, hogy ha piált, akkor mindig szeretett lemenni Spárgába. Ez a, amit józanul egyébként valószínűleg nem tudott. Ezt szeretem a legjobban. Amikor olyan koordinációs képesség birtokába jutsz, amit józanul nem tudsz megcsinálni. Igen. És azt hiszed, hogy te Bruce Lee vagy, és fejbe tudsz rúgni valakit. Azt hiszed, hogy Chuck Norris vagy, és az uramavasikat is nagyon jól tudod rúgdalni. Vagy nagyon laza vagy, és tudsz spárgázni. Mint Van Damme a véresportban. És lehet, hogy tényleg ő csak ennyit mondott. Mindig, véresport. Előtte megkérdezett valakit, hogy te is a kumitéra jöttél? És utána nyomott egy spárgát. A táncparketten spárgázott, de szeretett volna megkapaszkodni valamit. Tehát nem volt annyira jó a spárga, azért kellett valami kis fogóckodó. Voltak már fájdalmas tapasztalatok korábbról. Sikerült is neki, egy piákkal teli asztalba kapaszkodott meg, amit magára rántott. Megvan a kép, hogy mennyire nyomorúságos pillanat ez, amikor a haverod nagyon menőzik, lemegy spárgába, és magára ránt egy asztalt. Annyira megijedt, hogy kirohant a diszkóból, és a Velence tóig szaladt. Azt mondta, azért szaladt el, mert hogy ilyen miatt már tiltották ki diszkóba. Én imádom az ilyeneket. Tehát az önkéntes rambókat, neokat és vándámokat, akik részegre isszák magukat, a szenzációs egyébként. A barátom kikapott egy komplett megállni tilos táblát, mikor is megjelent egy biztonsági őr, kicsapta a viperáját, majd elindult a lovagi torna. Ez is elég kemény. Imi mámorosan lefényképezte a péniszét. És mindenkinek elküldte MMS-be. Nagyon jó. Igen, ez is jó. Azt gondolom, amikor tényleg már annyira boldoggá iszod magad, hogy már mindent lehet. És akkor ugye másnap valamelyik haverod, aki elég jó indulatú, figyelmeztet arra, hogy tegnap történt valami kis baleset, és hogy ha jót akar, akkor érdeklődjön már körbe így az ismerősöknél, hogy kaptak MMS-t tegnap. Szia, Imi vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy kaptál tőlem érkezett fotó. Vagy csak másnap reggel tudod, így jönnek a smiley jelek vissza a telefonba, és nem tudod, hogy mit, de már érzed, hogy baj ne van. Ne nézd meg, törölt ki. Igen. Diósjenőn a kocsma ablakba kívülről bevizelt valaki, mert azt hitte, hogy ott a WC. Amikor a rendőr megkérdezte, mit csinál, udvarjasan helyet adott neki is.
Mennyire készleted? Mennyire nagyon készleted? A neveltetés az meglátszik. Hogy intelligensen, kultúráltan és figyelmesen. Tényleg. Már ugye mit csinálj? Fáradjon ide. Igen. Az ahol úr, egy ember elfér. Az úr a pokolban is úr. Barátom részegen sötétbe be akart futni a szőlősorba. Nem sikerült neki, mert ki volt húzva egy vékony drótkötél derék magasságban. Azért az kellemetlen. Az milyen finom, nem? Mikor nem tudod, hogy mitől, de nagyon-nagyon. De megállsz. De nagyon megállsz, igen. Valaki azt írja, hogy a barátja 10 percen keresztül szorongatta a villanypásztort. És azon nevettek, hogy hányszor csapkodja meg az áram. Úgy de jó vicc. Az is de kemény. Azt mondja, hogy... Ez egy kicsit hosszabb, feleségemmel és barátokkal voltunk bulizni, majd összevesztünk, kijöttem, leintettem egy taxit, hogy majd én hazamegyek. Haza is mentem, egy szállingben januárban, majd úgyis találok egy nyitott ablakot otthon, nem találtam, ezért befeküdtem a kutyaházba. A két német dogunkhoz, és elaludtam. Reggel 8-kor ébredtem, majd bekopogtam, hogy hazaértem. Jézus, hogy a két kutyát. Apa mit keres itt? Az melegen tart? Melegen. Persze, hát két dog, azért az már az egyiket magadra húzod, a másikon fekszel. Az a szép, amikor a kutya tudod abszolút, hát ilyen olyan közönösen szemlélő, hogy jó, gazdi megint hazajött, tudod. Tehát, nincs baj, hát ez... Anett, van történeted? Nem, nekem egy ismerősömnek. Na, ez helyes, ez jó felvezetés, mert a detoxos sztorid után nem tudom, hogy ezt tudod-e überelni egyébként, amikor ott ébredtél. Ugyanott történt egyébként, azon a szórakozó helyen, aztán az azóta bezárt. Azután a történet után két héttel voltunk ugyanott bulizni, és hát nagyon-nagyon füllett nyári este volt. Nagyon sokan voltak, pörögtek a ventilátorok a fejünk fölött, és tudod, ilyen kis húzókája volt neki. Ugyan, egyszer meghúzott világét, kétszer meghúzott, pörög a ventilátor. Így van, tudom. És hogy lámpa és ventilátor. Akkor eláll, vagy megáll. Mondtam, hogy én majd megállítom a ventilátort. Hát voltak koordinációs problémáim, és úgy sikerült meghúzni azt a vackot, hogy belenyúltam a ventilátorba, és eltört a kezem. Jézus. Már nem neked, hanem egy ismerősödnek, ugye? Hát nyilván nem, csak annyira beéltem. Azért adod így elő, mert így sokkal személyesen. Igen. Nyilván te nem csinálsz ilyet. Eltört a nyomorultnak a keze. Hihetetlen mik vannak. És megállt a ventilátor, vagy ott pörgött tovább? Nem, pörgött tovább. Pörgött tovább, mert gyengébb volt a keze, mint hogy megállítsa, viszont aztán kapott egy csinos gipszet. És azt arra is kellett állnia? Úgy nyúlt bele a ventilátor? Nem, egy barátja egy... felemelte, egy készséges az annyira szép. Annyira látlak, vagy hát az ismerősödött. Az ismerősödött, igen. Hogy át tudom érezni, milyen ez, amikor így felbátorodik az ember. Régen jártunk egy ilyen kis törzshelyre, ott az volt a szórakozás, hogy éjfélkor, amikor már mindenki megalakult, akkor jött egy ilyen öreg szakállas ember, akinek a fizetél egy piát, akkor megette a port. Ez volt a produkció. Gyerekek, mindig úgy mentünk arra a helyre, hogy utána onnan tovább megyünk, nem akartunk sehova menni. Konkrétan az volt a produkció, hogy mit fizetél neki egy nagy fröccsöt, megette a peskős porat. Megette. És így nem tudtunk elindulni, mert nem hittük el. Persze nyilván mindig fizettünk egy piát, meg hát sokan tették ugyanezt. Semmi baja nem lett. Él, virul, a pohárkészletet folyamatosan hát pótolni kell abban a kis biszróba, ahova járunk, és megette a porat. De úgy ette meg, mint más, mint egy francia krémes, zokszó nélkül. Nem a nagyon vastag falut, azt a kicsit vékonyabb falu, mint a boros porras. Mondtuk neki, Sanyi, attrakció van. Isten, Isten. Megette. Aztán táncolt, és oroszul beszélt. Szenzációs volt, és minden nőre rámen, mindenki mindig elhajtotta. Imádtam. Annyi porrat senki nem evett meg, mint ő. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Az egyik barátom egy kerti buliban elégette az összes kerti szerszámot, majd lefeküdt a nyúlolba. Haverom mindjára itta magát. Jó, de jó. Az milyen? Az mit csinálsz akkor? Ninja vagy, mert részeg ugye nem ninját mondta, hanem ninját mond az ember, akkor mit csinál? Surikeneket dobál? Akkor mit történik? Hát látod, ő kézzel tört csörösüregeket. Az is írják, hogy van, aki úgy érezte, hogy le tud fejelni egy csörös dobozt. Hogy összetudja lapítani fejjel. És ahhoz mennyire kell, hogy részeg legyen, hogy egy óvodában ébredjél babaházban? Ahogy került be? Ahhoz mennyire be kell, hogy rúgjál. Azt mondja, hogy haverom hajnalban hazafelé eltévedt egy épülő háznál, azt itt a hazaért levetkőzött, befeküdt a talicskába. A ruháit meg összeadogatta a téglalakásra. Igen, ebben ez a jó, hogy olyankor, amikor már egy picit úgy, hogy az ember így megkavarodik az agya, akkor ránéz valamire, ami emlékezteti valamire. Tehát jelen esetben a talicska egy picit emlékeztette az ágyára. És kész. Ennyi. És otthon vagy. És ugye ebben az a nagy csoda, hogy bárhol el tudsz aludni, nem? Tehát nincs olyan póz, állva. Nincs... Tehát nincs olyan testhelyzet, életszituáció, ahol ne egy adott
Maligán fok után már ne tudnál elaludni, nem? Hát van olyan haverom, aki úgy aludt el. Neked is úgy a haverod, mint Anett? Nem, nekem rendesen. A pisszoárnál neki támasztva a fejem közben tartja a szerszámot, és így aludt egy órán keresztül. És kiébresztett föl, Feri? Nem én voltam, most mondom. Volt egy jó barát, aki fölébresztett, vagy csináltak fotót? Nekem ez volt az első elalmás. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban, a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy olyan dologról szeretnénk most kicsit többet beszélni, illetve megtudni, ami ugye hát mindenkire jellemző, mert hogy mindenki alszik. Ki kevesebbet, ki többet, ki jobban, ki rosszabbul, de hát ez egy nagy kollektív igazság az emberiségre nézve, hogy ezt nem tudjuk megúszni, bármennyire is szeretnénk. Legalább elméleti sikon legyünk otthon a témában, az almás témakörben. Így van. Ti Samsungosok legyetek az almás témakörben, illetve mi az alvás témakörben, gyerekes szülők. Mert hogy meghívtunk egy alvás terapeutát, hogy a különböző női magazinokban olvasható nagy közhelyeken kívül, miszerint legyen jó a tolpárnád, feküdj le 10-kor és legyen hideg a szobában című történet után egy kicsit mélyebbre ásva tudjuk meg, hogy bennünk van-e a hiba, hogy nem tudunk jól aludni. És most, gyerekben. Igen, és most felejtsük el a külső körülményeket, hogy egy-két gyerek vonul éjszaka, és hát állandóan költöznek. Mert hogy megtudjuk most, hogy mitől tudunk jól aludni. Dr. Fogaras Éva itt van velünk. Hello Éva, jó reggelt kívánunk hello, neked. Sziasztok. Hello. Hát, kezdjük már ezekkel a közhelyekkel, amiket elmondtál, hogy hideg szoba, várj, ne egyé hattól. Mindjárt erre is átérek, csak egyetlen egy kérdés előtt, hogy lehet valaki alvásterapeuta, amikor 7 gyereke van. Tehát, hogy ezt hogy sikerült neked lemenedzselni? Hát hogy az első 6-ig semmi gond nem volt, és végül azért lettem alvásterapeuta, mert a 7-dik meg annyira rosszul aludt. Igen? Igen. És akkor éjszaka ahelyett, hogy aludtál volna, foglalkoztál az alvással, legalábbis elméleti szinten olvastad, hogy milyen jó lenne. Nem aludtunk egyáltalán, mert hogy én igazából napközben az apukámnál voltam a kórházban, mert akkor nagyon beteg lett, csak hazarohantam megszoptatni a gyereket, éjszaka meg ott voltam mellette, úgyhogy ő azt gondolta, hogy akkor van nappal. A gyereknek, hogy így felborult az éjszaka és a nappal napi rendje, ezt fél évig nem lehetett visszaállítani, én azt hittem, hogy belehalok annyira fáradt voltam. És akkor a másik 6 se aludt, nyilván fölébredtek a 7. sírására. Igen. Hát sírni nem hagytuk. 7 gyerek. Csönd volt, de... Ezt azért úgy szoknom kell. Hős. Tehát a hős az... Nem. De, igen. Jó buli volt ennyi. Igen? Persze. Mekkorák már nagyok? Hát a legnagyobb már 35 éves, a legkisebb meg 15. Ó, hát így könnyű 7 gyereket nevelni, ha ekkorák. Hát ez így, csak nem ekkorán születek, ugye nyilván. De így most 35. Atya úristen. Azt a mindenit. Igen. Hát nagyon nem látszik rajta. Mit csinálsz magaddal? Igen, nagyon nem látszik rajtad, igen. Nem csak mert... Konzerváltak a gyereket. Ja, hogy az első 4 örökbe fogadtát. Hát vagy tényleg itt a nem, kulcs. Egy alomból valók. Egy alomból valók. Itt a kulcs, hogy alvás terapeuta valószínűleg jól alszik, és ennyire fiatalnak tűz, nyilván az is vagy, de hogy nem mondanám meg az ember rólad, hogy hét jól alszunk, ez a lényeg. Na, amit Feri mondott, nézzük a közhelyeket, mert arról nem szeretnék beszélni. Az ember alvásról beszél, akkor ugye tudja, hogy általában mennyit alszik, rosszul alszunk, felkelünk sokat. Tehát ez tényleg jellemző a magyar lakosságra, hogy baromi rossz az alvás, fáradtan, nyúzottan ébredünk, hallani reklámokban különböző ilyen szorongásoldókat, meg alvás elősegítőket, tehát nyilván nem ez a megoldás. Tudunk mélyebbre ásni a tolpárna és a hűvösszobán túl, mert hogy ennek a beszélgetésnek ez lenne a célja. Szerintem tudunk. A legfontosabb az, hogy picit menjünk vissza a természetbe. Tehát az alvás az egy sötétséghez kötött életfolyamat. És az éjszakát megelőzi az alkonyat. Na most az alkonyat az a napszak, ami előkészít minket idegileg és hormonálisan az éjszakára, viszont attól félek, hogy az alkonyat az a civilizált ember életéből kiveszett. Tehát ez az előkészület, ez nem történik meg a szervezetünkben. Az alkonyat ideje alatt kevés a fény, most ehhez képest mi leülünk, tévét nézünk, számítógépezünk, nyomogatjuk a tableteket, az okostelefonokat. Tulajdonképpen az idegrendszerünk már felkészült volna az éjszakára, mert azt érzi, hogy elég magas az alvás készítése. A külső ingerek viszont ezt nem támasztják alá, mert nincs sötétség. Tehát tulajdonképpen egy összenemillést, egy összeférhetetlen állapotot él meg az idegrendszer, nem érti, hogy mi történik, mert a külső ingerek azt mutatják, hogy mintha delelne a nap akkora a fény. Tehát
Tehát azt mondod, hogy az az első és legfontosabb hiba talán, hogy a fényből, monitorok elől, világított nagyszobából, nappaliból megyünk át úgy a sötétbe, hogy egyszer csak magunkra kapcsoljuk a lámpát, és baromira erőlködünk, hogy miért nem tudunk elaludni, úgyhogy még 5 perce világos volt. Most nem mondd, hogy nálatok 8-tól 10-ig gyertya fény. Nem, és kiabáltok de viszont felveszünk. Hol vagy? Amennyire lett hangulatvilágítás, valami régen egy fogalom volt. Másik pedig az, hogy aki számítógépet néz, és azért nagyjából este már azon nézünk tévét, tehát filmet is, a számítógépekre rá lehet tenni a kék fényszűrőt. Nagyon fontos. Mindenki tegye fel számítógépre, mobilokra, tabletokra kék fényszűrőt. Jó, akkor csak beszéljünk erről, csak hogy haladjunk sorba. Oké, ott tartottunk, hogy menjünk át egy ilyen átmeneti állapoton. Tehát ha valaki nehezen alszik el, kezdje onnan, hogy mondjuk nem világos nappaliból megy be a hálószobájába, hanem először csinál egy fél homályt. Oké, ez az első. A másik a kék fény, ugye ez különböző agyi ingereket, impulzusokat küld. Így van, az agyunknak. A biológiai óránk a kék fényre reagál, semmi más. A biológiai óránkat azt kapcsolja be, illetve azt kapcsolja ki. Tehát ha én laptopozom vagy telefonálok, akkor az agyam azt az üzenetet kapja, hogy még nincs este, nem kell aludnom? Hát, hogyha nem teszed fel a kék fényszűrőt, akkor konkrétan azt az üzenetet kapja, hogy del el a nap. Tehát annyira erős az a kék fény, ami rád dől a monitorból. Én azt vettem észre, hogy például, ha olvasok elalvás előtt, sokkal könnyebben tudok elaludni, mint ha például még csesztetem a telefonomat. Tehát, hogy még átnézem az e-maileket, válaszol, dolgozik egy kicsit, és utána folyamatosan kattog az ember agya. Ha például olvas, lehet, hogy a természetes fény miatt, vagy a lámpafény miatt, nem tudom, bár néha ellenlámpával olvasok, ami a telefonomból jött, hogy végig tudjon aludni, akkor sokkal gyorsabban elalszom. Ez az oka? Hát az olvasás az valóban könnyen elaltat, főleg akkor, hogyha mondjuk a fényforrás nem látod, csak a papírt világítja meg a fény. Az olvasás az tulajdonképpen beindít egy ilyen belső filmet. Amit te olvasol, azt elképzeled. Elindul a jobb agyféltekéd, és a jobb agyféltek az, ami altat. Na, nézzük még egy-két közhelyt, aztán kérdezünk majd mélyebb dolgokat is. Például ugye van ez a nagy klasszikus számolás. Én ezt hosszú ideig csináltam, rohadjon meg az összes bárány, amit én leszámoltam a fiatalabb koromban, mert egyszer ezt nekem valaki elhintette. Én itt soha nem tudtam elaludni. Bennem volt a hiba, vagy ez egy baromi nagy hülyeség, és ez nem működik? Szerintem egy baromi nagy hülyeség, mert a számolgatás az egy ilyen balagyféltekés kognitív funkció, ami azt jelenti, hogy az inkább ébreszt minket, mint hogy elaltatnak. A monotonitás az, aminek altatni a gyerekek, tehát... én 3000-ig úgy leszámoltam a birkacsorrát, és utána aztán, hogy kettő hiányzik, megmondtam, hogy a 916-os meg a 444-es eltűnt. De simán, de éjszakáig számoltam. Tehát akkor emiatt nem tud az ember elaludni. Persze, tehát ahogy az álmok is képekben álmodunk, nagyon kevés párbeszéd folyik álmunkba. Tehát ugyanúgy az elalvás segíti azt, hogyha képekbe gondolkodunk. Gondolj a kedvenc filmedre, vagy arra a sokat gondolok. Na. Ezek felnőtt filmek általában. De azt is felzaklatják. Az a baj, hogy ez mindig felzaklat. Jó. Nekem a Meryl Streep a kedvenc színésznő, és ilyenkor úgy átgondolom magam be, hogyha lassabban alszom el, hogy melyik filmekben milyen jó jelenetei voltak. Borzasztó gyorsan el tudok aludni. Fontos, hogy mindig ugyanabban az időben aludjunk el? Kell? Nagyon fontos. Igen? Mint ahogy a természetben is a nap mindig ugyanakkor megy le, az a pár másodperc késés, ami az ellipszis pálya miatt van, az belekalkulálja a biológiai óránk. Nagyon fontos, hogy mindig ugyanakkor feküdjünk le. Azok az emberek, akiknek van egy alvási napirendje, azok sokkal jobb alvók. Mit jelent, hogy alvási napirend? Ez a felkelés és a lefekvés? Uh-huh. Így van, mindig ugyanakkor kell fekszenek le, és mindig ugyanakkor kelnek fel. A felkelés az nekünk állandó. Tehát az nagyjából szerintem senki nem állítja át az órát, ez mindig ott szól. A felkelést is be lehet úgy időzíteni, hogy inkább akkor keljek, amikor éberebb vagyok? Igen. Tehát az alvás az másfél órás ciklusokból tevődik össze. Egy felnőtt ember 5 alvás ciklust alszik éjszaka, akkor kipihenten ébred. Na most, amikor este lefekszel, tudod azt, hogy hány perc alatt alszol el körülbelül, azt próbált kiszámolni, hogy az elalváshoz képest valahányszor másfél óra múlva ébredjél fel. Kelljek fel. Igen, tehát hogy a ciklus végén ébreszten. Egyrészt akkor vagy a legkönnyebben ébreszthető, másrészt akkor nem kell félbeszakítani egy ciklust a szervezetednek, mert az már önmagában egy stressz lenne ébredés. De két ciklussal jó vagyok, mondjuk 3 két órás alvással? Biztos, hogy nem vagy jó, de két ciklussal legalább a mély alvásod megvan. Aha. A mély alvás alatt a biológiai regeneráció az megtörténik. És akkor mondjuk 4 az oké? 6 óra? Hát a 6 óra se oké még, tehát a 7,5 óra az is. Egy a lényeg. Fél 10-kor cicsicsika van. Igen, mennyire életszerű. Sem ennyi. Én mondjuk lefekszem 10-kor, én nem bírom. Miért észrevettem, hogy éjfél előtt alszom 2 órát, sokkal jobban kellett. Mi a helyzet az esti sportolással, testmozgással? Én mindig, amikor elhűlve látom azt, amikor 9 órakor kezdődik valahol valamilyen sportfoglalkozás, de bármilyen szintű. Tehát, hogy megvan hírve, 9-től 10-ig. És akkor elhűlsz. Mit tudom én, hétfő, szerda,
péntek. Igen. És egyébként joggal hűzzel, mert ők Jézusom, ugyanis nem tudnak világ. Elhűlni. Tehát egy ilyen intenzív sportfoglalkozás után 4 óra kell ahhoz, hogy a belső 4 óra kell ahhoz, hogy a belső maghőmérsékleted le hogy tudjon hűlni. Úgyhogy az esti sport valóban nem jó. Én szeretem például a gyerekek nyomán beninni, hogyha sok folyadékot iszik, akkor sokkal rosszabbul alszik. Lehet összefüggés a kettő között? Lehet összefüggés. Mi az összefüggés? A biológiai óra az a hipotalamuszban van, és a hipotalamuszban pont a biológiai óra mellett vannak a víz visszaszívó magok, tehát annak ébresztő hatása van. Milyen magnehal? Víz visszaszívó magok. Aha. Kiválasztás. Ja, hogy ne pisíjek be. Ez a Viki vette észre, hogyha nem alszunk, ki, nem, igen, tesz, hogy... így, nem egészen hogyha nem kap a gyerek, tehát vacsoránál iszik mondjuk 7 órakor utoljára, és utána bármekkor a küzdés is ellen tudunk neki állni, én kevesbé tudok, pedig kellene, hogy ne igyon a gyerek, mondjuk kitalálj, még szomjas vagyok, fogatmosok ötször, nem tudom, de ha nem kap akkor már folyadékot, akkor sokkal mélyebben, sokkal jobban alszik. Pedig azon az ember egy pohár víz igazából nem tud bezavarni. Hát de mégis bezavart. Tehát egyrészt a hipotalamizmus miatt, a másik pedig az, hogy ő is felébred minden alvásciklusa végén, és akkor, hogyha arra az kis időre gyakorlatilag ő megérzékeli azt, hogy a hólyagja tele van, és ezért fel fog ébredni. Uh-huh. Kiébred, nem csak felébred egy pár másodperc. Mikor a mentális tönkremenés után mi az első jele például, ha valaki alvászavarral küzd? Tehát a test hol kezd el kommunikálni, és honnan tudja egy átlagos hallgató, aki most ül a kocsiban, hogy az lehet a panaszom, hogy mondjuk én nem alszom eleget. Hát nyilván ez kicsit általános, és nem lehet ezt valamire ráfogni, de hol jelez a szervezet, arra gondolok, hogy valaki nem alszik eleget? A gyomorvérrendszer az a második támadási felület. Tehát a mentális zavarok után? Az alvás problémáknál, uh-huh. Igen, igen. Tehát azt kell mondjam, hogy a pszichés fitness, fitség az, amit először elvesztünk, és utána nekem rengeteg betegem már refluxszal, IBS-sel, gyomorfekéllyel, ilyen betegséggel jelentkezett. Volt olyan is, aki már ki volt írva a műtétre, refluxra, refluxműtétre, és mondtam neki, hogy egy picit várjon. Mire a műtét sorra került volna, már el is felejtette, mert jól aludt, és megszűntek a problémái. Esti szex? Esti szex nagyszerű. Komolyan? Igen. Tényleg? Igen. Az alkonyat ideje alatt tökéletes. De hogy mi, ha már este szexelek, az bűncselekmény? Már úgy értem, hogy amikor alkonyat, és azt drágám, jön az alkonyat, essünk egymásnak, de este már nem nagyon, tehát lehetőleg ezt is még az átmeneti időszakban, alkonyatkor? Nézd, azért legyen egy napi rendet, tehát azt az ötször másfél órát azt lehetőleg aludják ki. Előtte fekszel. Ja, azt hittem az ötször másfél órát már a... Kicsit megijed szexre mondani. Az ötször másfél órát. Dehogy, na, tizenhány évvel után ötször másfél óra. Hát azért legyünk őszintén egymáshoz. Ennyi volt összesen. Évi egy is rendszeres. Szóval, hogy az például ajánlott mindenkinek. Igen. A gyerekek állandó vándorlásával fölkelek, fölébresztem apát, befekszem közé, visszafektetem. Mit tud csinálni? Mert szerintem sok szülő például azért lesz kialvatlan, mert ugye a gyerek az első 6-8 éven sokszor nem alszik nyugodtan. Föl kell, rosszat támadik, szorong, átjön. Feküdjön mellém, visszatereljem az ágyába, bár ez már inkább ilyen nevelési kérdés is kicsit. Hagyjam, hogy köztünk aludjon, vagy ne izguljak az, hogy 4-szer föl kell és átjön, majd ő úgyis kialussza magát. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy letettünk jó néhány matracot a földre, és nálunk ott aludtak a gyerekek. Isteni volt. Egy nagy közös? Igen. Komolyan? Nagyon sokáig, igen, igen. És semmi hogy született az ötödik? És a hatodik, ha addig ott aludtam. Megoldottuk. Mert ilyenkor ez szokott lenni, ugye, hogyha együtt alszanak a szülőkkel, hogy akkor viszont elhidegül a pár egymástól. És a gyereken is okozhat ez ilyen egyébként idegi dolgot, hogy 3 óránként kell, rosszat álmodik, föl kell, jön, vonul folyamatosan? Nyilván ez náluk is okoz egyfajta mentális zavart. Sokkal jobb az, egyben van az éjszakája. Tehát az a gyerek, aki azt igényli, hogy a szülei mellett aludhasson, és a szülők ezt tolerálják, mert nem minden körül ennek, ott szerintem ez egy egyszerű megoldás annak, hogy nyugodt legyen az éjszaka. Uh-huh. És valóban, én ilyenkor szoktam ezt javasolni, nem feltétlenül kell az ágy, tegyük le a matracokat a földre, mert akkor nem tud leesni a gyerek, sokkal kényelmesebben el tudunk helyezkedni, egy ágy esetleg csak, mit tudom én, 1,5 méter széles matrachoz hozzá lehet tenni még egyet, olyan gyorsan megnőnek a gyerekek, élvezzük ki ezt az időszakot szerintem, még éjszaka is. Egy jó pohárbor? Az nagyon jó. Komolyan? Nagyon. De szeretem, nagyon. Hogy ezt mondod. Hogyha minden nap? Nyugodtan lehet minden nap. Annyi, hogyha ha többet iszunk, tehát más az egy pohárból, és más az egy üvegből. Az egy üvegből is könnyen elaltad, de utána kidob az ágyból pár óra múlva. Az egy pohárból az semmi gond nincs.
Jó, ezt mindig örömmel hallom. Ugye? Ezért ez hát mindig jó, ez mindig megnyugtat, hogy lassan minden este kicsi lecsúszik, de akkor nincs nagy baj, gyerekek. Jó van, nincs probléma. Elítélendő senkinek, kövesse gyerekek, vigyázzunk, hogy vásárol óvatosan, nem szabad húderos dolog, de azt a minden segít neki, de megnyugtat. Igen, alkoholmentes borról beszéltünk. Természetesen alkoholmentes borról beszéltünk. Jó, hát ez egy érdekes dolog egyébként, hogy ennyi mindenről szól az alvás. Csak hát aztán azért ezt nehéz közben tartani, nem? Ez a fél tízes elalvás nekünk. Vagy mi van azokkal, akik mondjuk ilyen váltott műszakban dolgok? Az a létező legrosszabb. Ugye? Létező lehet, legrosszabb. Valamit azért lehet csinálni? Igen, igen, de az egy komoly kronobiológiai programot szoktam nekik csinálni, és akkor azért azt ki lehet védeni a váltott műszak káros hatását. Egyébként sajnos azt kell mondjam, hogy lényegesen rövidebb a váltott műszakban dolgozók átlag életkora. De ez nincs rendje, gondolom, meg nincs ritmusa a szervezetnek, hát nem? Az, hogy a bioritmusunk megzavarása mekkora problémát okoz, most jön a tavaszi óraátállítás, ezután két héten keresztül 30%-kal emelkedik az infarktusok száma. Tehát az élő szervezetek a pontosságot, a kiszámíthatóságot, a megbízhatóságot szereti. Délutáni csicsikálás, amikor azért van egy kis időnként. Azért itt két a délutáni csicsikálás. Nem tudom, ki fekszik le tízkor, tényleg. Itt már azért délután néha lepírnek egy kicsit csicsikálni, hogy van-e ezzel baj, vagy szereti a szervezet? Hogy szereti, nagyon szereti a szervezet. Persze, hát a mediterrán népek, azok ugye így élnek. A délutáni sziasztájuk, az egy isteni dolog. Eleve az alvása úgy kell gondolni, mint egy élvezeti forrásra. És hogyha így gondolunk, akkor már nem fogjuk sajnálni rá az időt. A délutáni alvásnál, hogyha ez sokszor csak egy ilyen 10-20 perc, ez az amerikaiaknak a nappingje, az egy hihetetlenül jó dolog. Tehát olyan mértékben lelazítja a szervezetet, én mindenkinek csak ajánlani tudom. Hogyha ez másfél óra, akkor számoljunk azzal, hogy az éjszakai alvásunk nyilván nem lesz 7,5 óra, csak 6 óra utána. És azok a napközben fellépő ilyen elképesztő, hirtelen, hullámszerűen ránk törő, olyan erős, álmos érzetek, amik így ránk törnek, azok pontosan micsodák? Nekem mondom, volt egy piros lámpám, én ezt sokszor említem, már reflexzerűen, mint Pablo kutyái, tudtam, hogy közelítek, mikor nekünk a Benny megszületett, keveset aludtunk az első 3 évben, aztán minden rendben volt, amikor már a piros lámpánál tudtam egy picit aludni, és a testem már egy idő után kezdett elálmosodni, amikor mentem a piros lámpa így felé. Van. Ezek a napközben jelentkező elalvás kapuk. Tehát ez a másfél órás ciklus, amit az alvás szinte meglovagol, az a másfél órás ciklus az alapvetően a figyelmünknek a ciklicitása. Tehát a figyelemnek, mint idegi működésnek ez a ritmusa, és ez napközben is folyamatosan megy, és a ciklus végén egy elalvás kapu nyílik, amikor a szervezet automatikusan felajánlja neked az elalvás lehetőségét, ha elég magas az alvás készítésed, és olyanok a körülmények, akkor elalszol, ha nem, akkor csak néhány pillanatig figyelmetlenné válsz. Ilyenkor történnek, gondolom, a közlekedési az balesetek, nem? Az összes olyan közlekedési baleset, ahol nem találnak féknyomot, az elalvásos balesetnek számít. Ez az úgynevezett kapu, amikor a test megpróbál szólni neked, hogy most aludhatsz. Vagy most aludhatnál. Automatikusan felajánlja azt a lehetőséget, hogy akarsz aludni, vagy nem. Igen. És ezzel azt jelzi a szervezetem, hogy fáradt vagyok? Tehát ez napközben valakire nem rátör? Nem feltétlenül fáradtságot tehát jelent, nem. Ez egy néhány percig tartó figyelmetlenséget. A figyelem ilyenkor tulajdonképpen szeretne egy kicsit pihenni. Egy természeti népet, hogyha látsz, akkor ők úgy másfél óránként úgy lehuppannak, rákcsálnak egy fűszálat, belebambulnak a semmibe, és utána 5 perc múlva felpattannak. Erről mesélt egy kliensem, aki a Műszaki Egyetemen professzor, elment egy hallgatójának az esküvőjére Afrikába. És na, egy helyehúja dinomdánom, táncoltak, egyszer csak az összes afrikai varázsütésszerűen lehuppant, és a nem létező cipőjének az órát nézte. És nézett körül, hogy úristen, mi történik? 5 perc múlva felpattantak, és ment tovább minden, és akkor kérdezte tőlem, hogy ezek azok a kapuk? Igen, ezek azok a kapuk. Mutassak neked egy embert, aki ebben a kapuban él már 50 éve, 45 éve. Itt van Zsül. Ő belépett egyszer egy alvási kapuba, mint Neo a Matrixba, a metró megállóba, és azóta két állomás között majd. Nézd meg! Néha kicsit kitör, egy reggelen háromszor talán meg is szól, és az alvási kapuk között éli az életét. És a Neo abban a bizonyos megállóban nem jut ki. Hát ott nézd meg. De egészen jól neked. És nyitva van lesz. Az életfunkciói működnek, és megvannak, de egyébként nem tud belőle kilépni. Egyetlen utolsó kérdés, ezek az elalvás segítő, kicsit szorongásoldó, növényi, nem tudom még, ezek segítenek, vagy ezek csak elfednek egy olyan problémát, amit nem oldok meg, csak a tünetet kezelem, viszont azok megmarad. Így, ahogy mondod, tehát az alvásterápia mindig rendszerterápia, tehát ott
soha nincs olyan, hogy valakinél csak egyetlen egy dolog vezetett az alvászavarhoz. Tehát amikor hozzám jön egy kliens, akkor én mint egy detektív elkezdek nyomozni, hogy a sok-sok-sok lehetőség közül vajon mi minden az, amit ő másképp csinál, mint hogy az alvásnak kedvezne. Tehát akkor a gyógyszerek, az alvás segítők, ezek a szorongásoldók, ezek nyugtató... csak ideig, óráig a tüneteket eltompítják, de nem. De a valódi okot nem oldják meg. Nem. Uh-huh. Rendszerterápia. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, érdekes volt azért, hogy ennyire általános dolog ez, hogy alszunk, és közben nem tudjuk, és nem is ismerjük a saját testünket, szervezetünket, agyunkat, hogy hogy működik, ezek a kapuk kifejezetten érdekesek voltak. De alapból vagy... csak négy olyan dolgot hallottam most, ami nálam nem működik. Majd, hogy nem csinálod. Aha. Változtass szerintem. Köszönöm. Jó tanács. Éva, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, puszi neked. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Kitömött jegesmedvét, oroszlán grizzlit, medvét és csörgő kígyót foglaltak rá a rendőrök Zala megyén, méghozzá Csömödéren. Csömödér? Csömödéren, igen. És hát tulajdonképpen az az érdekes ír, hogy ezek védett állatok mind, ugye? Ezek ilyen preparátumok voltak. És hát ugye a Zala megyei rendőrfőkapitányság nagy erőkkel nyomoz, mert hogy... több veszélyeztetett állatfaj preparátumát is lefoglalták egy lakásban. Ismeretlen tettes ellen, nyilván ugye nyomozást rendeltek el. Két barna medve, egy tigris, csörgő kígyó, krokodil, jegesmedve, grizzly medve, oroszlán is található a preparátumok között. Tehát valaki nagyon nagy gyűjtőszenvedélye volt megáldva, és szépen kilőtte ezeket az állatokat. Na, lőttek a csömödéri állatpanoptikumnak. Nem fog megnyitni mégsem. Mi, az volt 2012. január 2-án. Azt tudjuk, hogy ő lőtt? Ez egy vadasparknak az üzemeltetője, egy osztrák állampolgárnak a birtokán találták, de nem tudják még, hogy ki lőtt, vagy hogy lőtt. Tehát azt nem tudják, csak megtalálták ezeket. Na most ezek a preparátumok, ugye az érdekes, hogy ezek baromira élethűek. Teljesen életnagyságú, élethű, kitömött állatokról van szó. Tehát ha véletlenül te Csömödér községben sétálsz, és benézel az ablakon ennek a csávónak a házába, akkor megijedsz, hogy ott egy élő jeges medve? Akkor látod a medvét, látod a jeges medvét, igen, a grizzly medvét, mindent, és mutatják a fotókat, ott áll három kitömött medve, tehát nézd meg. Fú, és közben kicsit belóg az oroszlánnak a feje. Az alaidomságban nem életszerű, hogy egy jeges... Nem egészen életszerű egyébként, igen. Olyan, mint hogyha életre keltek volna, hát a szó átvitértelme, a brémai muzsikusok, tele van a szó állatokkal. Én nem vagyok egy nagy vadász, de nagyon sokszor voltam ilyen vadászházban, ahol halott állatok néznek rád vissza üveges tekintettel. Az ágy fölött. Az ágy fölött az is, meg az étkezőben. És néz rád. És egy szarvas. Szarvas hihetetlen agancsal, meg nem tudom, milyen antilopok, meg nem tudom. De hogy ez hogy működik? Tehát, hogy te lelövöd, mint vadász, kirakod, és büszkén nézegetve visszagondolsz a prédára, hogy ez mennyire szép lövés volt, és halott állatokkal veszed magad körbe. Ezt én sose értettem, hogy ebben mi a jó. A legbizarabb élményem nekem ezzel a dologgal kapcsolatban az volt, hogy voltunk egyébként teljesen jó kis, korrekt, kellemes étteremben, Borsodban, és ott volt egy szivarszoba, és a szivarszobának a sarkában állt egy kitömött róka, vadásznak öltöztetve. Nem hiszem el. Nem hiszem el. De hogy ebből nem hiányzik az alázat, amikor lelősz egy... Puska is volt. Volt puska, a rókára rátettek egy puskát, kabátot, sapkát, tényleg? Teljesen korrekt vadász volt. De ne csinálják már, ez szerencsétlen állat. Eleve nincs esélye, ugye? Tehát belenézel a célkeresztbe, kilőved egy brutáló puskával, hát az állat nem nagyon tud elmenekülni. Kizsigereled, mitől kiszeded, fölöltözteted, és annyira megalázott, hogy a tetemben ott áll végig, szembenézve veled, életed végéig vadászszerelésben. Nagyon jó tettünk. Miért csinálják? Tényleg nagyon jó tettünk ott, jó kis étel, de hogy egy picit összezavart a látvány, tehát még a gyerek sem nagyon tudta feldolgozni, amikor bement. Mondom, menj oda hozzá, csináljuk egy fotót. Nem. Hát de mit mondasz a gyereknek, hogy miért állott a gyerek mellett egy kitömött róka vadász ruhába? Nem értette.
fegyvere. Ne, csak nagyon ravasz a bácsi arca. És sokáig bírja mozdulatlanul. Csikizd meg egy kicsit. Életű volt? Hát teljesen egy konkrét roka volt. És őt ráadásul ugye úgy is kellett preparálni valószínűleg, én nem értek hozzá, de hogy... Hát két lábra állítod. Hát persze, hogy két lábra állítod. És azért mondjuk egy rókán, a róka nagyon ravasz állott, tehát ezt tudjuk a mesébe, de hogy azért annyira nem ravasz, hogy ennyire jól álcázza magát. Medvét már láttam két lábra állni, rókát még nem. Lehet, hogy ő együtt cserkelt a többi vadásszal, tudod? Megtanult két lábon járni, aztán véletlenül egy vadász kicsit bekarmolt és kilőtte. Miközben már a róka egészen jól kommunikált. Nézd már, ott egy róka, hol? Hát a kalap alatt. Igen, Anett, nálatok vannak ilyen? Vannak ilyenek, ugye? Te elmondtad, hogy otthon mindenféle halott állatok között közlekedtek. Igen, nálunk még felöltöztetett kiskacsa is van. Ne csináld már! Minek van öltöztetve? Kis mellény van rajta. Atya úristen. Trás Tamás. És apád erőlteti, hogy te vigyél ide a pesti albérletedbe is egy-két agancsot, meg ilyeneket? Tehát nincs az, hogy na, csak ezt vidd el! Na! De apa, már így is nagyon nehéz a cuccom! Na jó, mert most minden ez a muflon fej! Igen, még ez a grizzly felfér az utánfutóra! Ez a 30 kilós kis grizzly fej! Álmában lőttem le! Nem, viszont ha eljössz hozzánk, akkor űzlábakra az a legdurvább. De ebből mindenféle alázat hiányzik ebből már. De igen, nincsen! De várj! Apukát hallgat minket már? Szerintem igen. Igen? Szokott minket hallgatni? Imád titeket, persze, mindenre. Vagyis hát minket, mindenre. Fenn van már ilyenkor? Persze. Hallgat persze. Minket a jó fülével. Józan még? No! Apa nem hiszi. Csak a vadászik, mi? Nem, csak berúgja a motort. Nem. Szakszóval. Igen. Valami be kell indítani a két ütemit korra reggel. Nem, magától jó kedvű mindig. Nem, tényleg hallgassunk már meg erről egy igazi vadász. Hát vadászik most is? Lehet, hogy nem szoktak felvenni a számnélkül. Ha jó fej, úgy veszi fel, hogy halló, tessék! Apu, vedd föl. Üzenj már rá, hogy mi keresünk. Apu, mi vagyunk föl. Azok. Mondjad be neki. Te mit csinálod most vajon? Most takarítja a pumát. Igen, takarítja a dupla csövűt. Hívjuk újra, jó. Nem azt mondta, hogy de nem akarok. Igen. Meghivatjuk magunkat egy vadászatra? Persze, menjünk. Erőszakoskodjon, hogy hívjon meg minket? Mindenképp. Igen? Mindenképp. Nagyon szép az emplén. Még hogyha nem is lőttök semmi, de akkor is nagyon én szép. Közé meg a muflon közé ugrom. Nem hagyom. Én a muflonra. Ez őzeket úgy tudom sajnálni. Olyan aranyasak, nem? Sírnak állítólag. Ne, nem? Persze, és kártyatrükköket is mutogat. A lövés. És imádkoznak a kis mancsuk. Igen, összeteszik. Hello, Sándor, hello! Balázs, Jani, Feri, hello! Szevasztok, zsiványok! Hello! Magánszám volt az előbb, vagy... Már nem úgy, hogy te bemutattál valamit, hanem... És mi volt a témája a magánszámnak? Hanem, hogy nem jelzett ki semmit. Vetköztél, öltöztél. Igen. Sándor, mit csinálsz most éppen? Nem zavarunk? Pillanat, állítom az autót, mert éppen indulásban vagyok, de nem zavartok. Nem van. Hát, majdnem. Ja, azt hittem egy jóféle vadászat már egy két be akart ülni a terepszínű Lada Nivába. Azon nincs. Kombájnal megyek, mert az... Na. Az apró vadat bedarálja. Sándor, arról beszélgetünk csak, hogy te, mint vadász, biztos meg tudod nekünk ezt magyarázni, hogy ugye a vadászok előszeretettel veszik magukat körbe a kilőtt relikviákkal, és most lefoglaltak Zala megyében hihetetlen állatokat, ami nekünk állatszerető embereknek leginkább azért fura, mert hogy ezek már ugye halott állatok. Grizzly, csörgőkígyót, oroszlánt, jegesmedvét, ne és minden... Be, ne vagy be, apa, ne vagy be. Mindenféle, igen, mindenféle dolgot. A kérdés az, hogy között van-e az ügyhöz? Igen. A szálak és a tekezed messzire elér. Na nem, tényleg, tehát hogy mi ebben a jó vagy? Ezt miért csinálják a vadászok? Ez egyfajta ilyen relikvia, vagy tudjátok mutogatni ezt egymásnak, vagy miért kell ez? Hát de szerintem ez egy ősi hagyomány, illetve hát a hagyomány tisztelete annak a vadnak a elejtése, illetve hát a régi közmondás is onnan eredeti, hogy nem ékeskedik más tollával. Tehát a saját élményeit örökíti meg egy örökké valóságban, valószínűleg addig még él az ember, addig látja, hát nekem is a trófeáim nagy része, arról szól, hogy ránézek, és tudom, hogy milyen körülmények között és hogyan ejtettem el. Igazából számomra az a vadászat, amikor nem lesről, hanem megkeresse, mit tudom én, egy rókát kifúr az ember egy friss hóesésbe, és akkor addig követi, addig leskelődik, nézi, hogyan fogja az egeret, pockot.
Persze, mert előre sem mindig elalszol. Na. Hát példa, de megfelelő időben felébred. Igen. Amikor hozták az ebédet. Nincs is annál jobb. Én ezt meséltem a srácoknak, egy vadászatot átéltem a nyáron. Balra aludt a vadász, jobbra aludt. Sose voltam még olyan magányos, mint abban a két órában, amíg egyedül ültem a lesen, és kétségbe esettem, próbáltam SMS-t írni a barátaimnak, akik egy másik lesen élték át, ugye ez csak nem volt érerő. Mire vagy a legbüszkébb egyébként, Sándor? Tehát neked milyen? Anett összehozásán kívül. Tehát, a kitömött szarvas tenyére, ami hátrafelé néz és kínálja a farát. Kacér tekintettem. Szerintem a varázsmondat elhangzott Anettre a legbüszkébb, de a vadászat élményeim közül volt egy hatalmas disznó, amit akkor azt mondtam. Kilőttél egy sertést? Oda mentél egy orhoz, és fejbelőtted. Nem bírtak vele a böllére. Mégyen voltam. Sanyi, gyere, terítsd le! Megkíméltem a böllér idegrendszerét, és adott a hatája. Sanyi, gyere, segíts, ebből nem lesz így májos. De nem tényleg, vaddisznóra mondod? Igen, egy hatalmas nagy disznó volt, amit akkor a rejtésekor azt mondtam, hogy ha életemben nem lesz lehetőségem többre, akkor is az egy csodálatos nagy. Hát attól volt érdekes, hogy gyakorlatilag mi Péter Párhoz időzítjük, illetve az aratás ideje. A vadásztársaid, ugye? Igen. Jó, de ki az aratás? Aratás Gábor, micsoda? Arató Gábor. Arató Gábornak az öccse. A Pál és a Péter. Így van rokonságban, harakirivel, matahagyival. Egyébként mondjuk el az állatok védelmében, ha valaki nem érteni ezt az egész vadászatot, például a vaddisznó, de akár még az őzek is egyébként baromi nagy károkat tudnak okozni, és a vadkár az több millióra rúg éven, tehát sok-sok milliót a szőlőtől kezdve a különböző növényeken keresztül, rengeteg mindent megdésmálnak, megesznek, megrágnak, fákat tesznek tönkre, tehát hogy azért a vadászatnak az így van, de célja és értelme van. Az ember elkövette azt a nagy ostobaságot, amikor beavatkozott a természetbe, de ezt már nem lehet visszafordítani. Tehát ez nem egy teória, egy vadászok védelme a hobbiuk irányában, illetve a szenvedélyük irányában, hanem ez valóban így van. Tehát a disznó esetében ez nehezen állapítható meg, hogy most az belterjes vagy nem belterjes, köze van, tehát a külső jegyek alapján nagyon nehezen, hát vannak látható jelei egyébként, de mit tudom, egy trófeás vadnál, mint egy őszbaknál, vagy egy szarvasbikánál, vagy egy muflonoknál például, akik másodlagos nem jelleget, tehát a trófeát is viselik a fejükön, az egyértelmű megállapítható, hogy az egyed nem kívánatos, hogy utódot hagyjon. Tehát ezt az ember nagyon bölcsön, vagy nem bölcsön, nem tudom, hogy csak lehetne ezt megfogalmazni. Erre beleavatkozott, ebben már nincs kiút, nincs kiszó. Tehát... Van olyan, ami vágyálom neked, ha mondjuk tudnál külföldre menni, szívesen szemezni, mint egy grizzlivel, vagy egy jegesmerő oroszlán, tehát olyan, ami mondjuk egy álom egy vadásznak? Hát álom az van, álmaim vannak, de nekem az én számomra nem összeegyeztethető az, mikor 5000, mit tudom én, grúból kilősz egyet az itató helyen, mert szerencsétlen oda megy inni, és akkor na ott az 5001. jobbról a 227. azt lőtnek. Tehát ez nekem nem vadászat, az szerintem egy céllövészet. Tehát az szép, meg jó az alaszkai fehér farkú szarvas, meg a grizzly, de igazából az, hogy valaki csak azért, hogy meglője, és utána ezt elmondja, hogy ő egy grizzlyt elejtett, nem tudom. Nálunk a családban népszerű a vadhús, igaz, hogy nincs nagy probléma belőle menni, mostanában nagyon gyengén állnak belőle, de tehát nálam nem csak kimondottan az, hanem azért az emberi fogyasztásra alkalmas és megfelelő körülmények között megélhetési vadász. Viszont zsiráfra szívesen megy, apu. Azt, amit láttam egyszer egy kereskedelmi televízió összeállításában, hogy valaki 5.-6. lövésre sikerült, és nagyon-nagyon büszke volt rá, egy nagy 5 kaliberű fegyverrel elejtenie, tehát abban az országban, ahol Nimbus övezi a zsiráfot, megöli, de hát gyakorlatilag mi haszna van belőle, nem értem. Semmi, befizet egy csomó pénzt, és jól szórakozik, kiábrándító. Hát ez egy fajta státusz szimbólum. Ez az, abszolút, ez egy ilyen úri passzió, így van. Mikor mész legközelebb vadászni? Nem, mi mikor mehetünk? És nem akarsz esetleg vidám társakat magad mellé, akik olyan szinten osonnak, mint nem tudom, mint Vinettú, meg Old Shatterhand. Ezüst puskát és nagy medvét, grizzlit, és akkor ki és van még? Szőrharisnya. Igen. Nagyon szívesen látlak Benedeket. Az emplén fegyver nélkül is, vadászat nélkül is csodálatos, és ez a vidék meg együtt ötvezi az Alföld, a folyó, az emplén.
tájegységeit, tehát érdemes nézni. Igaz, hogy van két várrom is a környéken. Hopp, hopp, hoppá, legyünk, indulunk. Azt gondolom, valakit elveszítettünk akkor. Amíg mi vadászunk, addig fakultatív. Elnézeget, igen, a köveket meg lehet számozgatni, mert még az hiányzik a gyűjteményükből, hogy nincs megszámozva romban felelhető kőtörmelék, stb. Stb. Nagyon szívesen álltak veletek, hát én ezt már személyes találkozásunkkor is említettem. Itt van egy nagyon kedves invitálunk, aki szívesen összekapcsolná ezt. Mivel hegyalján vagyunk, akkor a hegyaljáról beszélünk. Akkor Ferit is elvesztettük. Na, hát azt gondolom, morzsolódik a csapat. Tehát Jani már valahol várak között, kövek között botorkált, Feri férészegen kiabál és vitatkozik valakivel, vagy éppen ölelgeti a boros pince egyéb látogatóit. Igen, inkább ölelgetős vagy. Hát Sanyi, ketten maradtunk. De van még egy, gyakorlatilag egy ilyen színházi előadás, ahol bohócokkal kellene. Nagyon jó, akkor én viszont megyek verekedni, úgyhogy nagyon ismersz minket, Sanyi, hallgatod ezt a műsort. Hát semmi más. Na jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen korán zavarhattunk, és jó munkát. Megtiszteltetek ezzel, és további szép napot nektek, és hajrá, mindenki titeket hallgasson, mert a műsoratok. Szia, puci. Hello, sziasztok. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Tacsa Olivier pedig itt van velünk. Szevasz, Olivier! Jó reggelt! Sziasztok! Na, hát ugye nyilván az embernek teljesen közhelyesen a te neved jut eszedbe ilyenkor, amikor ugye pangot kell utánozni, vagy hangszkenner átveréséről van szó. Hát gondolom nem egy tréfán vagy túl ebben az összefüggésben. Igen, hát nem dolgoztam még a titkosszolgálatoknak, de embereket már átvertem elég sokszor ezzel a képességgel, úgyhogy nagyon sok ezzel kapcsolatos történet van, főleg akár ismert emberek hangjával nagyon sokat szélhámoskodtam, tehát ezt bevallom az évek során. Konkrét történeteket is el tudok mondani egyébként ezzel kapcsolatban, tehát akár Gyurcsány Ferencként vagy Farkasházi Tivadarként szerveztünk le egy komplett rádiókabarét, majd visszahívták Farkasházi Tivadart, meg fogalma nem volt róla, hogy mi történt, úgyhogy Friderikus Sándor hangjával, tehát persze az ember azért ilyeneket csinál. Közvetlen hozzátartozókat is adott esetben? Tulajdonképpen közvetlen hozzátartozókat, hát megtéveszteni egyszer sikerült a Farkasházi Tivadar Mimit. Az édesanyját, de azt mondjuk televízióban, tehát ott egy olyan maszk és maga a figura úgy akkor, hogy fölhívta az anyukája a Farkasházit, és mondta, hogy kisfiam, milyen zakó van rajta, és mondta, hogy mama, az nem én vagyok, hanem a nagysúlyvé. Szóval, hogy... az már elég komoly, hogyha valakinek az anyukát be lehet csapni. Úgyhogy, de szerintem azért már számítanak rám mondjuk így a szakmabeliek, tehát hogy esetleg én lehetek, mert azért ezt mi már elmondtuk egyszer-kétszer. Az a jó, amikor valaki elküldi mondjuk az édesanyjába szegény Farkasházi Tivadar, hogy Oliver, ne szórakozzál már! Álljál már le, 20-szorra játszod el ezt velem. De egyszer fölhívtam Friderikus Sándorként Fekete Pákó. Az volt egy csodálatos dolog. És mondtam, hogy haló? Jó napot kívánok, tudja ki vagyok? És mondta, volt egy nő, azt mondta Friderikus. És mondtam, hogy figyelj, azért hívtam, mert hogy bármennyit ajánlok, tehát bármennyi pénzt, kérem, hagyja abba, amit csinál. Borzalmas, tehát annyira, amit itt rombolja a kultúrát, bármennyit megér, csak hagyja abba. És akkor végén eljutottunk oda, ilyen nigériai névdalokat kezdett énekelni. Mondom, na ez például nagyon jó, miért nem ezt csinálja? És a vége az lett, hogy aztán lelepleztem magam, és akkor már próbáltunk alkudozni, hogy miért zavar ez engem, és mondtam, nem zavar, csak hát komolyan rombolja a közízlő. És akkor a végén mondtam, hogy ki vagyok, mondta, hogy hát nagyon úgy, hogy elkaplak, levágom a fakadat. Innen már a szokásos bent. Hát egyébként, ugye, hogy levágom a tökövet. Igen. Ezek a hangszkennerek egyébként, amiket most alkalmaznak, ezek biztosítótársaságok fogják ezeket alkalmazni, hogyha egy ügyfél betelefonál, hogy például neki kirabolják a lakását, akkor a hangminta alapján tudják, hogy valódi ügyfél telefonál esetleg be, és ő szól, hogy kirabolják a lakását, vagy esetleg el akarják onnan csalni az embert, és valaki a hangot
utánozva telefonál be, de azt is megmondja a hangszkenner egyébként, hogy te mennyire izgulsz, hogy mennyire vagy ideges, tehát mindent megpróbálnak a hang alapján analizálni. Igen, hallottam erről egyébként bűnügyek kapcsán is, hogy ezt alkalmazzák, tehát ilyen nemzetbiztonsági hivatalok alkalmaznak ilyen hangmintát, tehát ez egyébként valós, tehát létezik. Na, kit tudunk felhívni szerinted? Hogy most próbára tegyük ezt a dolgot. Legalábbis a humán erőforrás ugye ez sokszor átverhető, ezt már ugye te is elmondtad, de csak itt kíváncsiságból, hogy nem kell kimondanod konkrétan a nevét, mert akkor a hallgatók elküldik SMS-ben neki a dolgot, hogy ő készüljön. Van-e valaki olyan, aki még nem szivattat úgy szét, hogy abban a pillanatban, hogy kicsöng egy magánszám, azonnal tudni fogja, hogy te fogsz valamilyen hangon beleszólni. Biztos van, azon gondolkozom, hogy ki az, aki esetleg nem számít rá, hogy én vagyok, vagy nem vagyunk olyan kapcsolatban, hogy számíthat arra, hogy én fölhívom. Pákon nagyon magas labda lenne, hogyha most mint Farkasházi Tivadar hívnád fel, és elhívnád mondjuk a kedvenc televízió műsorába? Hát ő lehet, hogy elhinné egyébként. Ő szerintem el. Mindent elhív. Őt bármikor megcsinálod. Tehát, hogyha ő most nem kapott SMS-t, hogy mi mondjuk készülünk őt elkapni, akkor azonnal. Vigyázz, Pákó célkeresztben vagy. Farkasháziként akarod őt elhívni? Akárhogy, hát ki találhatunk valaki mást is akár. Rendeld be, mint miniszterelnök, az jobb, vagy mint volt miniszterelnök, az lehet, hogy jobb. Attól lehet, hogy jobban megijed. Ott már az egy anakszik szerintem. Ne gondold, dehogy is. Nem olyan. Nem. A Pákó egyáltalán. Na valamit kitalálunk szerintem itt. Én... Jó. Alszik még. A Pákó. Szerintem haknézik. Kispapa ő még alszik. Hagyd hívogassák. Lökjük ki a számát, persze, nyugodtan. Lesz egy-két nem fogadott hívás. Na, megyünk akkor tovább, jó? A karakter az megvan, tehát akkor Friderikusként nyomulunk most jelen pillanatban. Ugye, Sándor? Így van, jó reggel. Jó, és akkor elsőre azt a szitut kéne eljátszani, hogy a fővárosi közterület felügyelethez betelefonálunk, direkt nem mondom, hogy kihez, hogy ne kapjon közbe SMS-t, ha hallgat minket, vagy az ismerősei, hogy bent ragadtál a házban. Igen, és rohadtul ki vagy borulva, nem tudsz lejönni a hegyről. 3-0. Nem már. Nem hiszem el, hogy a fővárosi közterületet, szakad a hó, és a fővárosi közterületet szóvivője ki van kapcsolva jelen pillanatban. Hát mert a hóesés miatt, ugye, nem ér rá. Biztos, hogy ő volt? Próbáljuk meg még egyszer, jó. Mert hogy konkrétan a közterület, fővárosi közterület szóvivőjét hívjuk. Nem. De ez is annyira, it's hungry. Szakadó hóban, amikor az embernek lennének kérdés, egy tévéműsorban, egy rádióműsorban, ő ki van kapcsolva. Egyébként lehet, hogy beszél valakivel, és akkor automatikusan a hangpostára. Persze. Ha nem jön össze, akkor ugyanezen analógia alapján csőgörényt fogunk hívni Friderikus Sándor lakásába, mert pici dugulás áll fönt, egy nagyobb zírbelsőnek köszönhetően. Nem, Anna, mi van itt? 3-5-0. Jó. Akkor tematikát váltunk, egy nagyobb zírbelsőt elhelyeztél a fajancba, ami dugulást okozott, jó? Mint Friderikus Sándor. Rendben van. És azonnal. Mert és baromira ki vagy borulva, hogy folyik a cucki. Milyen csőgörényes vállalat. Szar helyzet van. Ezen elhárítanak. Igen, az volt itt így. Vagy még, Sándor? Igen. Te nagyon várod. Én csak várom. Te gyerekek, nem érjük el a szóvivőt. Csőgörénynél mindenki cserbe hagy bennünket. Jó? Semmit ne lehessen elintézni ebbe az országba. Borzalom. Most a csőgörényes mellé az volt írva, hogy hívjon bizalommal, mert azonnal jövök. Igen. Haló? Haló, tessék. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, parancsoljon. Hall engem? Én igen. Bocsánat, Friderikus Sándor vagyok. A 12. kerületben lakom a Bürök utcába, és valami őrületes elfolyások vannak, meg én nem tudom, hogy mi történt. Itt ülök, mozdulni nem bírok, valószínűleg a havazás miatt. Valaki jöjjön már ki, könyörgöm, mert most találtam önöket az interneten. Tudnak segíteni? Persze, mindjárt nézem akkor, hogy jó, egy nevet, címet, telefonszámot kérnék szépen. Már is mondom, 12. kerület. Igen. Bürök utca 8.
Igen. Friderikus Sándor. Jó, és egy telefonszámot is kérni szépen. Ne haragudjon, azt nem adhatom meg. Jó, kaputelefon, ilyesmi az van? Ott lesz, nincs, hát majd nyílik az ajtó, mint egy erődítmény, de majd valakit maga elé küldök. De ott vagyok, akkor hogy tudok jelezni, azért kérdezem. Figyelni fogok mindenképpen, jó? Jó, mennyi az idő, 9:30, egy órán belül akkor, jó? Jó, hát az nagyon sok, hát nekem már rég el kell mennem addig. Aha, jó, hát szó szerint, bocsánat, úszom a szarba, szó szerint, nem tudok jobb kifejezést, ne haragudjon, szóval 9:30, hát én nem tudom, tehát nekem jó, most ezt valahogy fél órán belül meg kellene oldani. Jó, indulok, jó? Jó? Jó, ne haragudjon. Na most akkor én kit keresek, vagy hogy kire számítsak? Kis János vízszerelőn fogok menni, jó? Mind Kis János, akkor ön jön személyesen. Jó, rendben, hát kérem, hogy nem tudom milyenek az útviszonyok, hát kérem valahogy... Jó, most mit tud csinálni egyébként ezzel a helyzettel? Most hol a WC-nél van ez? Hát igen. Gyakorlatilag följött a víz, elöntött mindent, van egy előtér, tényleg úszom mindenbe. Szóval vagy valami eltömődött, valami csőbe... A nyugulás van valószínűleg. Nyugulás elhárítás kell. Uh-huh. Jó, megyek. Jó. Köszönöm, vissza. Jó, köszönöm, minden. Hát a rezzen is tele profi. Na most hívjuk vissza, mert elindul. Igen, mert elindul. Azért vissza kéne csörgetni. Jó, adáson kívül persze gyorsan annáig visszahívják, hogy ne induljön. Mondom, azt azért nem adhatom. Ne haragudjon. Nem gondolja, hogy egy neki leesett egyébként? Vagy ő ilyenkor nem tesz föl kérdéseket, hogy Friderikus úr, és... már, hát ő műszakban van. Ő egy rezzen is. János, jéghideg profi. Nagyon profi volt, tényleg nagy. Halálosan profi. Semmi, tehát gondolt, hogy Friderikus, nem miért ne dugulhatná el ugyanúgy a vét? Ugyanúgy is csak ember. Ugyanúgy elindult, igen. Te hány ezernél tartasz ebből? De annyira szerintem egyébként, annyira normális volt, hogy ugye nem is tudtam nagyon tartani, mert azonnal indulni akar. Mondom, hogy az nagyon sok, ne haragudj. Fél órában el kell mennem, ezt ne csinálja. Jó, már is indulok most. Nem, ilyenkor az ember tényleg arra számít, hogy esetleg feltérképezik, hogy mi folyik, hol folyik, csőgörény kell, vagy már a szippantós autó, tehát hogy kicsit úgy felmérik, analizálják a helyzetet. Ő vérprofi volt, elindult. Igen, nagyon. És most nézd meg az Anna arcát, hogy próbálja lemondani, szegény. Igen. Volt egy olyan átverés, hogy ez is rádiós volt, hogy Gyurcsány Ferencként, ő volt még a miniszterelnök, és akkor fölhívtam valakit egy telefonkönyvből, hogy akkor, hogy Magyarországra jön George Bush, még akkori amerikai elnök, és hogy a szűk családdal érkezik, és hogy szeretne egy átlag magyar polgári családnál elfogyasztani egy kellemes ebédet. Ott tartottunk, hogy elkezdett sorolni a menüt, hogy mi lesz a menü. És akkor mondta, hogy gondoltam egy jó húsleves, utána jöhetne a sült, és a Marika, az nagyszerű lenne. És ment a... És csodálatos volt, és akkor elköszöntem tőle, és mondta, hogy nagyon szépen köszönöm, tiszteletem Orbán úr. Gyurcsány Ferenc vagyok. Azt mondja, jaj, ne haragudjon, összekevertem. De figyelj, fölhívunk még valakit, de nem mondom be azért a nevét, csak megmutatom neked, hogy tud, hogy ne tudják neki SMS-ben elküldeni. Jó? És őt úgy kéne, hogy munkát ajánlasz neki. Mint? Jó. Illetve kérhetnél egy dedikált példányt is abból a bizonyos dologból. Igen, jó. De mint ki? Várjál, mutatom a nevet közben, szerintem. Szerintem, mint Sanyi. 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 Nem, az jó? Neked? Az biztos, hogy jó. Nem, nála nem. Nem, a farkasház itt lehet, hogy de meg fogják hallani, hallgatok, hogy ki ő egyébként. Csak nem akarom menni, nehogy elküldjék neki SMS-ben. A farkasházi többen nyalja? Én nekem pákó kategória, tehát én azt gondolom, hogy mindent, de... Olyasmit egyébként lehetne neki mondani, hogy a Miminek egyfajta példakép az, hogy mennyire karban tartja magát, mennyire rendben van, hogy mennyire nőies, hogy mennyire flottul néz ki minden, és ha már itt vagyok, akkor megragadnád a lehetőséget, és egy dedikált példányt abból a bizonyos dologból. Illetve is tanácsot, hogy mi hogyan vagy tudná jó karban. Vagy pedig Sanyiként, te indítasz egy új csatornát, és oda akarod őt műsorvezetőnek. Ez még lehet egy jó vonal egyébként, hogy te új tematikus csatornában gondolkozol, és illetve... Na, figyelj, hívom, jó? Mert közel le fogják neki adni a drótot, jó? Lassan rájönnek. De Hernádi művésznő mellé is egyébként elhívhatnád közös műsorúk. Heti hetesbe hívom. Teljesen jó, nem? Uh-huh. Heti hetes. Várja. És dedikált mindegyiknek. Mindegyik tagnak. Na, figyelj.
Ez magánszámként csörök ki egyébként, vagy ki ír számot? Magánszámként? Halló? Csókolom, jó reggelt, Farkasházi Tivadar vagyok. Halló? Jó reggelt, igen, jó reggelt kívánok. Csókolom, Tündike? Igen, igen. Kezi csókolom. Üdvözlöm. Valóban nem, bocsásszó meg Tivadar, hogyha mert hogy nem kész átverés? Nem, én vagyok. Jó, elnézést, csak időnként föl szoktak hívni ilyen vicces figurák. Nem, én vagyok. És felmondanak különböző neveket. Én jó, vagyok, akkor parancsoljon, kedves. Kezi csókom, arról lenne szó, hogy én szerkeztem a Heti Hetest is. Bizonyára tetszik tudni, vagy a műsort tetszik ismerni. Hogy ne ismerném, persze, szoktak ott rólam beszélni, aminek örülök, mert jó lesz. Azért gondoltuk, hogy esetleg el tetszene jönni vendégnek. Ha lenne ehhez kedve. Ó, hát nagyon megtiszteltetés. Nem olyan vérszomjas brigád. Nem, oda nem tetszenek darabokra. Hogy? Tetszik mondani? No, azt mondom, hogy nem leszek nagyon kicsi kizve, finoman szólva. Szerintem, mikor felvetettem, szeretettel voltak öni át, úgyhogy igen. Ó, hát nagyon örültek neki. Hát köszönöm. Én fölvállalom az öniróniát is, tehát én nem vagyok olyan, amilyennek sokan gondolnak, tehát ugye ön is tudja, hogy a show businessben mi kell, sokszor szerepet kell játszani, tehát igen, hát azért gondoltuk, hogy a nézettség miatt lehet, ugye, hogy lesz egy kis csipkelődés, de hát annyit meg úgyis tetszik vállalni, gondolom. Hogyne, hát az beszél, csak nagyon ne legyen ilyen megalázó, vagy nagyon bántó. Tehát az a csipkelődés, az belefér, az ilyen zűvoros. Na most én arra gondoltam, hogy még lehetne esetleg egy földobni, mint poén, hogy esetleg egy-egy naptájra meglepni ott a Bajor, Gálvölgyi, Hernádi. Az is el tud indítani valamit. Jó, én szívesen, persze. Jó, persze. Mert tenni, hogy aláírja a név szerint? Hát természetesen. Jó, persze. Mondom, a Gálvölgyi, Bajor, a Hajós. Mindjárt föl is írom. Az a szokásos csapat. Hernádi, hát az alapcsapat, igen. Alapcsapat, így van. Uh-huh. Pillanat, írom, jó. Gálvölgyi, Bajor. Meg a Miminek persze. Tessék egyet aláírni. Jó. Mimi. Feleségem. Mimi. Azt írja, hogy Mimi az teljesen jó. Igen. Jó. Kedves felesége. Jó. Tehát Gálvölgyi, Bajor, Hernádi és Hajós. És hát önnek természetesen meg igen, a Mimi. Igen, és a Mimi. Oké. Okay. Jó. Na most föl fogja hívni egy gyártásvezető a forgatással kapcsolatban. Nem tudom, most nem tudom fejből pontosan, hogy mikor lesz, most valamikor a közeljövőbe. Uh-huh. Nem tudom, hogy hát Gázsiról vele kell beszélni, de vagy jó, nem tudom, hogy mennyit szoktak fizetni vendégként, vagy hogy fizetnek-e egyáltalán, ehhez nekem nincs kompetenciám. Uh-huh. Ezt a gyártással megbeszéljük. Jó. Jól van egyébként? Jó, köszönöm szépen, jól kezdődött az új év, és a naptár olyan jól megy, és szerencsére, hogy már alig van, lehet, hogy utánnyomást kell csinálni, mert karácsonyra is nagyon sokan vitték. Na, hát ez jó hír. Most is. Hát igen, hát örülök neki. Hát most ilyen világ van, mert egyébként tudom, hogy ön is szereti a komoly zenét, ugye jól tudom. Igen, abszolút, én Wagner rajongó vagyok. Jaj, hát én is, hát nekem évekig Wagner bérletem volt, én ismerem az egész réget. Persze. Azt hallottam, hogy opera rajongó. Igen, a nővéremmel Wagner bérletünk volt, úgyhogy rengeteget láttuk a... Olvastam, hogy opera énekesnek készült. Én kislánykoromban igen, én nagyon-nagyon szerettem, meg szeretem most is az operát. Most legutóbb a Varázsfúvarát láttam a Víg Színházban, már elvittem a kislányomat is, őt is kezdem most már így rászoktatni. Értem, még egy gyors kérdés, utcán föl szokták ismerni, vagy hogy viszonyulnak? Hogyne, rengetegen. Ja, de nem kapok soha rossz ilyen beszólást, vagy valamit. Na, az nem, úgyhogy nagyon kedvesen. Gratulálok. Örülök neki, remek. Jó, Tündike, drága, el kell búcsúzzak. Jó, köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy gondolt rám. Nagyon szívesen. És boldog új évet kívánok önnek. Emlékszik, Tivadar volt egyszer nálam a Budapest térében még annak idején. Hú, de régen volt.
Az bizony elég régen. Még ugye? Amikor egy szobából a szobában volt a tévé. Így van, itt a Lónyai utcában, igen. Igen, tudom. Igen, a régi szép idők. Emlékszem, így van. Köszönöm igen. szépen. Jó reggel. Köszönöm én is. Minden jót, szép napot és boldog új évet. Magának is. Köszönöm. Jó reggel. Rohadt szemetek vagyunk, rohadt szemetek vagyunk. Most napokig fogja várni a gyártást. Nem, mindjárt adásba visszahívjuk. Igen. Mindjárt adásba visszahívjuk. Jó, azt fogja mondani egyébként, hogy tudtam én. Szóval azért nem akartam most beleszólni. Figyelj neked. Azért szemét vagy, mert neked meg csillog a szemed közben. Szóval azt érezzeket, te imádod. És hogy fölveszed a testtartását is egyébként a farkasházban. Igen, hát igen, megdőlt a vállad, összekulcsoltad. Igen, átálltál, amikor meg a Sanyi voltál, igen. akkor kicsit nagyképűen az agyagész más kategória. És valószínűleg úgy tett el a telefont, hogy Istenem, a heti hetes. Na várjál, vissza hívom, jó? De elmondjuk, hogy tréfa volt, elmondja, hogy ő tudta, csak nem akart elrontani a tréfánkat, helyes volt egyébként, de mindjárt lebuktatjuk, mert szerintem ő már... mondjuk el, hallgatok, foggalma nem volt. Hát persze, tényleg azonnal. Hát hiszen ő ellenőrzött téged, hogy nem tréfa el. Szegény. Nagyon bekajálta. Aranyos volt, naptár megy. A dugulókat visszahívni. Mindenkit lemondom, mindenkit vissza kell hívni, igen. Már felhívjuk akkor most. Schiffer Friderikuszként, hogy hallottad, hogy hívja a Tivadar, és hogy ne menjen el. Ja, nem baj, ha lebuktat. Menj el, Friderikusz. Hogy most... nem tudjuk lebuktatni magunkat, mert nem veszi már föl. Jó, Halló? Igen. Halló? Hall engem? Igen, itt vagyok. Friderikusz Sándor, jó reggelt! Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Szia, Tünde, Balázs vagyok! Hello, szia! Itt a Feri, itt a Jani! Szevasz! Hello! Jó, semmi gond! Nem baj! Szevasz, Tünde! Arra, hogy visszahívtunk, nehogy itt már előre elkösd a pénzt, amit a kapnál a heti hetesben, hogy itt az Olivierrel... Tudtuk, hogy le fogsz buktatni a Friderikusznál, de azt mondtuk, hogy az... Igen. Hát egyébként gyanús volt az előző is. Persze. Igen. Ja. Rá is kérdeztél, hogy nem átverés, de azért jól beszélgettünk. Igen. Jól beszélgettünk. Tünde, imádunk, puszilunk, nagyon-nagyon ügyes vagy, örülünk. És ez most lement adásban? Ez mind. Nyugodj meg, ez már kimmon az éterbe, igen. Úgyhogy egy... nem baj, legalább egy jó kis reklámon. Igen. Még egy jéghideg profi. Elképesztő, mennyire profi vagy. Én ezen mindig meglepőre. De ki volt adásban? Igen. Akkor oké, gyerekek. Persze. Jól van, Tünde. Jól van. Puszilunk. Jól van, drága barát. Akkor boldog új évet. Neked is. Puszilunk. Boldog új évet, Tündike. Szia, a Morning Show stábja, mindenki puszil téged. Hello. A Best of Morning Show. Egy nagyon-nagyon morbid témával folytatjuk. Úgyhogy aki érzékeny, az kapcsoljon el. Így van. Hát ugye tudjuk, hogy a kártyázás az egy nagy szenvedély, aminek nem lehet csak egyik pillanatról a másikra felhagyni vele és abba hagyni. És hiába ér utol valakit, az a bizonyos halál, aki ugye nem válogat, egész egyszerűen. Ha kártyázol, akkor a túlvilágon is kártyázol. Ugyanis pókerezett a saját temetésén egy férfi Puerto Ricóban. Teljesen morbid a dolog, ugyanis emberünk állítólag szerette mindig két végéről égetni a gyertyát. 31 évesen szívrohamban halt meg, szívroham végzett vele. És a család szeretett volna úgy elköszönni a családtagtól, ahogy azt ő megérdemli, ezért szerveztek neki egy óriási pókerpartit. Na most a fotón egyébként látszik, hogy emberünk ott ül, nyilván kedvenc Jackie-ében. Henry Rosario Martinez, így van, aki nagyjátékos volt életében, és a halálon túl is ott ül napszemüvegben, baseball sapkában, a kedvenc bomber Jackie-ében.
és a barátok, az ismerősök, a családtagok szintén ott ülnek vele, körbeülik az asztalt, és hagyják, hogy Henry Rosario Martínez megtegye a tétjeit, vagy amit megtenne, megteszik helyette. Picit passzív. Igen, hát nem kapkod, nem kapkod. A mellette ülő haver teszi meg a téteket helyette, vagy legalábbis ezen a képen. Elképesztő morbid, de ugyanakkor a szenzációs a dolog. A férfit kedvenc ruhájába öltöztették, asztalhoz ültették, jöttek a barátok, bekeverték a lapokat, és játszani kezdtek. Ennyi. És mindenki vidám, mindenki jól érzi magát. Mindenki szurkol Henrynek. Igen. És hagyják nyerni. Igen. És ennek egyébként nem tudjuk, milyen lapjárása. Nem tudjuk, milyen lapjárása van. Hát passzív, de ha jó fej, valaki emel helyette, és még lehet, hogy a kis Rosario meg is nyeri. Egyébként a Karib-szigetországban nagy divatba jöttek az utóbbi időben az olyan temetések és virasztások, amik ugye nem arról szólnak, hogy azok, akik itt maradtak, azok szomorúak, hanem ünneplik az életet, ünneplik azt, akik itt maradtak, és örülnek, hogy egyelőre még nekik van egy kis lehetőségük élni, és élvezni az életet. Igen. És ha a morbidságát leveszed, akkor azt kell mondjam, hogy marhára igazuk van. Nem? Persze. Hogy nagyon, nagyon, egyébként ez néhány kultúrában azért ez működik, meg van, ez az európaiaknál nem annyira, hogy mi nem is tudunk a halállal mit kezdeni. Ha a morbidságát leveszed, akkor ez tök jó, hogy ők ilyen búcsúznak. Maga a fotó nagyon kemény, ott ül, napszemekben, baseball sapkában, a többiekkel. Hátra döntve a fejed. Rettenetesen morbid, de van, igen, hát vannak bizonyos kultúrkörök, ahol ez abszolút belefér. És van egy karibi temetkezési vállalat, akik erre szakosodtak külön, hogy ilyen és ehhez hasonló kéréseket teljesítenek. Uh-huh. Tehát ahol a nász nép úgy gondolja, hogy ők még szeretnének kicsit együtt lenni, teljesítik a kéréseket. Teljesítik a kéréseket, beöltöztetik megfelelően a halottat, és odaültetik az asztalhoz. Ezt egy cég szervezte. Most nem tudom, mit kellett ezen egy cégnek szervezni. Tehát, hogy ráadták a kabátot, a szemüveget. Hát meg sapkát. Gondolom, itt egy ilyen bebalzsamozási folyamat is volt előtte. Tehát, hogy azért biztos, hogy meg kellett oldani valahogy, hogy mondjuk tartsa lapokat, meg hogy egyenesen üljön, mert valószínűleg, illetve nem biztos, hogy a halál úgy érte, aztán a fene se tudja. Tehát, hogy itt azért ül az ember, a kezében ott vannak a kártyalapok. A többi támaszkodik a másik kezével az asztalon, tehát hogy ez nem egy természetes pozíció. Gondolom, ezt a részét intézhetik. Én megnéztem egyébként a céget, hogy hát, ha esetleg az óceánon átívelő vállalkozásról, egy nemzetközi vállalkozásról van szó, de nem. Tehát, hogy nálunk... Tehát, ha te itt, miért? Te mit kérnél egyébként? De mit szeretnél? Én a... Hát valószínűleg a Penny Marketbe állnék a pénztár, sikeres génémet. Dehogy is, téged egy sékártya. Nem, én téged egy benzinkúton tudnának elképzelni, hogy állsz a pénztárnál balra, éli, odalépek fizetni. És ott áll. És ott állik, és ez a ki... Ez a rohadt pongyűjtőkártyában, és tudod mindenki nem megterhelni egy. A pongyűjtőkártyádat, vagy mindegy ilyen kártyatrükk bűvészod, aki kihajtogatja. Nem, hanem tudod, ez a kihajtogatatos ilyen 20 darabos, ilyen átlátszótok, tudod, mint egy kinyit, és akkor így és akkor így szépen így lefut. És mindenki odalépne hozzád. Kivenné a kártyát a kezedből? Megterhelné neked, és ezzel tisztelegne előtted. És visszatenné. Na, a kérdés egyébként nagyon jó, hogy János Solána, mert pont ezen gondolkoztunk mi is, hogy ha már ez ennyire morbid, de mégis ugye ez csak tényleg nekünk itt Európában valószínűleg ennyire morbid, hogy az ember elmegy, az esetek nagy többségében egy kórházba, elbúcsúzik a szerettétől, és utána nem látja többet, és az egész nagyon idegen, és nagyon furcsa, és nagyon gyorsan lezajlik. Más kultúrkörökben egyébként meg teljesen természetes mondom, mennyire jó. Ott vannak, virasztanak, körbeülik, és egészen fiatal korodtól ezt a dolgot elfogadod, felkészülsz rá, megtanulod kezelni, és látod, hogy a többiek is osztoznak a gyászban, és ugyanakkor az életörömben. Mennyire szimpatikus lett volna. Tényleg. Tehát, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt én azt kértem volna, hogy ültessenek be egy pipsóba, és körbeültek volna a haverjaim, és tudod, hogy fölmegy a redvény, és ott lájt. És te mindig ott ültél, mint örökös tag. Ennyi. Oké, játszunk el a gondolattal. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogyha ez a cég működne Magyarországon, és lenne egy lehetőségetek. Lehet egy kicsit morbid, de tessék tényleg eljátszani a gondolattal, hogy nem teljesen ideg módon beraknak bennünket, ugye, ahova mindenkit majd elvisznek a kórházból, hanem még az utolsó kívánságotokat teljesíti. Ki hova rakatná saját magát? Hova mennél? Mit csinálnál? Mit kérnél a családtagodtól? Mit kérnél a családtagodtól, hova tegyenek téged? Bebalzsamozva ott ülnél, ahogy Rosario Martínez élete legfontosabb kártyapartiját egyébként valószínűleg meg is nyeri. Ugye? Hát nála nagyobb póker az most a csapatban már egészen biztos, hogy nem volt. Ott ül, és ő még látható. Kártyázik egyet a haverokkal. Hát ha el kell menni, akkor menjen inkább így az így ember. Van, nem? Én például simán el tudok képzelni egy ilyen estebédet a kórhelyben, ahol a Feri támaszkodik az asztalnál, mint jó góré.
szerintem mozdulatlanul. És egy vízeste. És egy ilyen laza testnézet. De ne várj, akkor tudod, mi legyen, hogy tartsa már legalább az étlapot elé, aki odaül. Nem. Úgy kezdenem, hogy a jobb kezed, hogy a hüvelykujjad, meg a mutató ujjad, ugye összeér, és a szádhoz emeled, és jelzed, hogy ennél a tokánynál jó volt, még nem ettem. Egy rohadt nagy szivar legyen, akkor adjuk meg a módját, ja, leszoktál, igen. Tudod, az, ami a két ujjal szépen. Nem, egy vastag elcigi, tudod. Rohadt nagy szivar, aki akarja, azt neked meggyújtja, aki akarja, szíves lukat folyamatosan. A másik égő szivar lenne a kezedben, baseball sapka napszöveg, mert ezzel a tekintetet kicsit már üveges, egy jóféle boros pohár a másik kezedben. És így, és aki bemegy az étteremben, jó napot, főnök, és te ott állnál. És köszöntenéd, mint örökös tagként, köszöntenéd a belépőket. És így lehetne vacsorázni. Én oda köszönnék neked, megigyeztem az időfüzetet, megigazítanám a kalérodat, meggyűjtenem a szívet. És mindegy, kicsit már elmosódott főnök. Ezt a lebbes levest az egészségedre. Bármi van oda átteni, jövök nem sokára találkozunk. Ezt simán lehet, de hát ez a mi álláspontunk. Lehet, hogy mondjuk az étteremnek a dolgozói a következő szituációban látnak Ferit, illetve nem szívesen, csak hát tőle megszokott, vagy a Feri egy hatalmas blokk ott tart a kezébe, és kérdő tekintettel néz rájuk, és közben üvöl. Vagy pedig, ha mondjuk a nébiesek jönnek be, hogy hátrál a fal felé, és ez a én. Semmi közöm ez az egészhez. Igen, egyébként ez tényleg érdekes, hogy ki hova menne az utolsó útján, hova vigyenek a barátok és az ismerősök, mit csináljanak veled? Te egy babzsákot egyensúlyozzál a fejedel a hétvégében. Hú, az milyen, mert várjál, de akkor ő fölfelé áll. Ilyen nem vagyok, tehát azért, mert egyszer elmentem pénteken egy iskolába, és babzsákkal egyensúlyoztam. Nem azt jelenti, hogy most egy babzsákkal a fejemen akarok áldogálni. Nézd, a hülye babzsákkal a fejemen áldogálni. Legutóbb akkor láttam Balázs boldognak, amikor egy babzsákot egyensúlyozott a fejére. Igen, a gyerek iskola választóján. Igen, akkor tegyünk babzsákot a fejére. Nem, én valószínűleg valami olyat kérnék a barátaimtól, amihez nem volt elég bátorságom, hogy kipróbáljam. Tehát valami, amit mondjuk nem mersz megcsinálni. Kevés ilyen dolog van, amit én nem próbáltam ki. És hogy azt még... Na és most a népi tánc, hogy a vérfertőzés legyen. Ja, csinálj a vérfertőzésre, szabad. Nem, mit tudom én, valaki mondjuk fél az ejtőernyőzéstől, vagy valaki egész életében szeretett volna lejönni egy hegyről, vagy bungee jumpingolni, de nem merte megtenni. Hát akkor vele tessék kiugrani, tessék berakni, valaki azt írja, hogy mit tudom én, egy rafting hajóba tegyék be, mert nem volt bátorsága raftingolni. Kössenek be egy rafting hajó. Már, csak tűzi, kezdetben az előzési. Tudom. Én majd rafting voltam, de imádom, de voltak olyan részek, ahol mondtam, hogy ez picit erős, ott mindenki borult. Ó, oké, Bali, ezen a részen nem mertél lemenni. Beszíjaznak, megkapom az FZ-t. Tesztek rám egy napszöveget. Két adat a szállt, hogy így rogjál. Hátulülő két barát, és azt mondják, na Bali, most akkor. Ez kemény lesz. Ha borulunk, akkor próbálj meg kihúzni a kezembe kapom az evezőt, a napszemet, de lenne előtte oktatás is. Először beülnétek egy két személyesbe, és ott lenne az oktató veled. És akkor mutatom Balázs, mit kell csinálni. Mutatom Balázs, mit kell csinálni, akkor, hogyha felfordulok. Egy ilyen mozdulattal húzod vissza magad, és megfordulhatok, és ugyanúgy ülnél meg. Amit én nagyon szeretnék kipróbálni, sose tanultam meg eléggé síelni ahhoz, amikor fölvisznek valahogy nagyon magasra, amit leraknak oda a helikopterre, mert nem megy felvonó, és elindul szűzhóba, ilyen brutális. Menekülsz a lavina elől. Menekülsz a lavina elől, és ha ügyes vagy, akkor hát 30-40 métereket zuhansz úgy, hogy a magasság nem majd, csak alattad ugye nincs talaj, és iszonyatos sebességgel jönnek le. Hát ez egy külön technika, a szűzhóval síelés, és sose tudtam rendesen megtanulni. Valaki felcsatol egy ilyen páros lésre, fölrakja a kis napszemeget, és azt mondja, kapaszkodj, Bali, ez volt a kérésed, és lejön be. És a buli kedvéki a májának utána, hogy hey, király vagy! Jól tolod? De azt meg lenne egy kötél, amivel a kezét rángatta, hogy tudjon integetni. Buli! Néha, aki siel velem, az így meghúzza a kezét. Hogy jön akkor, nézd, hogy élvezi, nézd, milyen bátor, hogy jön le azon az északi lejtőn. Érted? És egy valaki lesiel. És nagyon valaki lesiel. És ha életedben ezt nem tudtad megtenni, vagy erre nem voltál képes, akkor valaki lejön veled. Vagy kiugrik ejtőernyőből, ha valaki azt nem merte, vagy leugrik bungee jumpinggal, érted? Tehát valami olyat, amit féltél, vagy nem mertél, vagy a képességeid miatt nem volt rá lehetőséged, soha büdös életben nem fogok lejönni egy ilyen hegyről.
Mert nem tud az ember annyira sielni. Ez jó lenne. És a két válladat, én gömbcsuklósát tennék, egy ilyen, hogy hívják, és ilyen elektromotorokkal így mozgatnák, és lehetne látni, hogy a lököd magad előre. Nézd, milyen bátor! És még tolja is. Igen. Ha elesel, akkor megmondják, nézd, hogy tompi, nézd, milyen ügyes, nézd, hogy bukfencezik. És akkor valaki szépen szépen elkap. Ugye, szóval, hogy ezen el lehet gondolkodni. Teniszezést, hogy elintéznénk neked, hogy Rozséval is egyet, de csak egyet, valamilyen világversenyre bevinnénk. Rozsé menedzsmentje elég nehéz előtt elintézni. Ahogy látom, hogy megírjátok a levelet, hogy... Kedves Rozsé. Kedves Rozsé, az van, hogy... Barátunk el, de... Minden álma volt, hogy veled játszon egy gémet. Bárhol vagy, oda visszük. Oda visszük. Egy mozdulatra képes, így a testből visszaütése, tehát az lenne a feladatod, hogy pontosan az ütőjére a tenyerese már nem a régi. Hát. És ott áll a velem szemben Roger, érted, valahol nem tudom, Brisbane-be kapnánk 5 percet, hogy játszunk vele. Sajtó, fotó, és nem mondjátok el, hogy én már nem élek. Ja, igen. Tehát, ha levelet írtok Rogernek, akkor nem mondjátok el, hogy én már nem élek. Az volt az álmom, hogy én egyszer belejátszak. Mondjuk Roger már nem aktív játékos, belemegy. És megérkezek, mint Börni a óbortos hétvégében. Ott áll a pálya szélén. Ott állok a pálya szélén. Két ember kellene a pálya két oldalán, két zsinórral. Oda-vissza húzgálnánk. És derékban mozgathatóvá lenne téve, szinte egy gömbcsukló segítségével, és akkor jobbra-balra lehetne húzni, legfeljebb csak tenyeresekkel. Tenyeresekkel operálna. És egy lapon állnál, amin vannak görgők. Egyébként én arra nagyon büszke vagyok, hogy amikor kiültem a gép szárnyára, azért az egy nagy dolog volt, hogy leküzdöttem a téviszonyomat, tehát milyen jó lenne, ha egy légitársaság örökös tagnak fogad, és a bal szárnyon. Mint ha valaki ülne a szárnyon, ne törődjön vele, ő a légitársaság kabalán. És ott ülnék a bal szárnyon, például, nem elképzelhetetlen? És két napot lesöpörnék róla a madártollat, a havat így picit megakad benne, de ez az időként. És ott ülnék a gép bal oldalán, de ez abszolút el tudom képzelni. Na drága hallgatók, írjátok meg, tessék. Ha ez a cég létezne Magyarországon, milyen, sajnálom, hogy egyébként nem létezik. Meg hogy egyáltalán ez itt nem annyira, hát hogy is mondjam, bevett szokás, akkor hát mit kérnétek ettől a cégtől? De mit csináljon? Mit csináljon veletek? Hova mennétek? Mivel nagyon szeretem a horrorfilmeket, a színészet is tetszik, szeretnék szerepelni egy horrorfilmen, írja valaki. Úsznék a nagyfehér cápával, végre mindenki boldog lesz. Nekem teljesül az utolsó kívánságom, az örökösöknek pedig ugye elég az odautat fizetni. Én a férjem ex-nejével szeretnék kávézni és sütizni egy kellemes meleg nyári délután. Fényképeket is akarok az eseményről. Utolsó utáni kívánságén szeretnék részt venni egy morning show adáson, akkor tényleg én lehetnék a naphallgatója. Mondjuk az bírnám, itt lenne valaki. Ez volt a kívánság, jönne a család. Füles a fején. Bali, Feri, Jani. Eddig a cserégetnék előtt a kávét, a zabot. Gábor kívánsága ez volt, hogy beüljön veletek egy utolsó adásra. És itt ülne Gábor velünk. És itt van velünk Gábor is. Köszönjük, Gábor! Nagyon szeretem a spagettit, írja egy másik hallgató. Már betegesen. Az igaz, hogy az ország egyik felét odaadnám egy tálért, szóval arra gondoltam, étterem 8-10 fő, mindenki előtt egy tányér spagetti, együtt esszük az utolsó adagot. De te nem eszed. Zsolti küldte nekünk. Hát te már nem eszel, de a család veled együtt eszi meg az utolsó spagetti. De várjál, hát persze nem eszi, de maga a pozitúr, amivel beállítják, simán lehetne, hogy benn van a szájában a spagetti, de csak az a másik vége ugye meg fel van tekerve a villának a végére. És ez. És igen, egy gomnyomásra még valahogy be is szigódik. Kis vákumot képzel az ágy. Első osztályú paszta még. És a Feri állna vele szembe, és mindez a kórhelyben. És tényleg na, akkor kettőtöknek a kinézetési. Én ugye halott vagyok már, én várom. És akkor lehetne odahozni a halottakat egy utolsó spagettiévésre. Most belegondoltok, ha egy nébihesnek, egy apekjelölnek, egy pincérnek, az étterem vezetőjének, meg egy vendégnek ugyanaz lenne a kívánsága, azt is összehozhatnak, hogy egyszerre 5 halott is legyen. Hát tök jó! Mekkora hullám. Lehet zselire. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.